Ez itt a Morning Show, Magyarország leghallgatottabb reggeli műsora. Jó reggel! This is Previously on Morning Show. Ez itt a Best of Morning Show. Gyakori kérdések élőben. Nagy siker lenne. Ancsa írja. Ancsa írja. Jó, megcsináljuk ennek a tesztverzióját valamikor. Jó? És ha jó és működik, akkor csinálunk bele rovatot. Hát csináljuk meg most. Ma? Most? Hát most, persze, most, csináljuk most, meg. Most, tessék, most, emberek tessék, pillanatban tessék, nézzük az első kérdést. Azt mondja, hogy... De nem, kérdezni csak adásba lehetne. Tehát ugye a lényeg az lenne, hogy ő betelefonál, adja a kérdéshez a hangját, és elmondja, hogy miben kér tőlünk segítséget. Igen. Gyermeknevelés, hiszen mi is gyerekeket nevelünk, iskoláztatás, párkapcsolat, munkahely... Bármi. De ne SMS legyen az mondja el, halljuk a hangot. Nézd, most próbálj elvonatkoztatni a lenőtt körömtől és a rossz szájíztől. Azért, mert neked nincs. Én nem tudom, milyen problémák nyomasztanak téged, de hogy a lenőtt köröm és a rossz szájíz. Benőtt, nem lenőtt. Tehát ezen túl, vagy ezen azért tényleg egy picit menjünk túl. Figyelj, azért, mert te nem vívsz naponta harcokat ásókával, azért ez még másnak problémát jelent. Hát akkor figyelj, telefonáljon be. Így van. Anna, légy szégy, telefonálod most azonnal, kérdezzem. Ha nincs, akkor próba üzem. Egy próba üzem most. Jó, addig nem szólok meg. Na, jó van. Hát te vagy egyedül adásban, mi nem vagyunk. Most nem, most hallgatok. Jöjjön, tessék, próbaüzem. Próbaüzem. Gyakori kérdések élőben a Morning Show-ban. Tessék, próbaüzem. Na várjál, addig mit tudok beadni? Addig egyél még 30 lek a kesúlyba. Nem, hangeffekt, hogy mi a próbaüzem. Nem ez a vonal. Úgy érzem. Na ez meg tudod, milyenek lesznek. Balázs, hol lehet még kapni a könyvedet? Ez egy próbaüzem, jó? 555-55-00, jó? Na, ez na. Igen, ez jó, ez próbaüzem. Szia Balázs, itt vagyok Újpesten, éppen szőnyegek bombáznak, miben tudnak? Hova bújjunk, mit vigyünk magunkkal az óvajra? 555-55-00, tessék, próbaüzem. Jó, jó? Próbaüzem. A gyakorikérdések.hu élő verziója adásban, próbaüzem, rovat 1. One, two, check, one, two. Ja. Próba üzem, jó? Na tessék. Tiridi, tiridi, tá. Na, aki kérdez. Na. Milyen témakört szeretnétek bármit. Elsőre? De bármit. Már értem, hogy bármit, de mi az, amiben... Ami a hallgatót foglalkoztatok. Hétfő reggel nagyon otthon vagy. Hétfő reggel. Hétvégi sport... ezek benne vannak a hírekben. Bármiben. Én nem tudhatom, hogy őt mi foglalkoztatja. Így van. De ne ilyen konkrét esemény legyen, hogy mi volt hétvégén a vízes VB-n. Figyelj, ki a társelnöke a Helsinki bizottság? Nagyon jó kérdés. Nagyon jó kérdés, köszönjük. Próbaüzem, 1-2. Halló! Jó reggelt kívánok! Balázs vagyok, én is üdvözöllek titeket. Jó reggelt! Próbaüzem, 1-2. Halló! Tessék! Kicsit érdekes a témám. Én azzal kapcsolatban kereslek titeket, hogy a kisfiammal kapcsolatban szervezni egy betegségre felhívó tudatossági kampány. Igen? Nem tudom, mi lehet ennek a módja, nem tudom, hogy kell elindulni, vannak ötleteim. Adjatok kérlek ebben tanácsot, hogy hogy tudnám azt eljuttatni, hogy van egy bizonyos betegség, kevés ember érint ma Magyarországon, de hogyha többen szembesülnének ezzel, hogy egy ilyen van, akkor hát többen jutnának el orvosokhoz, stb. Tehát egy jó cél áll mögötte. Lehet, hogy hétfőn egy ilyen szép napsütéses napon most egy kicsit más témával, könnyedebb témával kellett volna. Tesztüzem, bármi jöhet, tesztüzemben vagyunk. Tesztüzemben vagyunk. Így van. Tehát van egy betegsége a te gyerekednek egyébként? Így van. Ez egy genetikai görölcetes bőrbetegség, alapból hólyagok, sebek, elég ronda munka. És nincsenek sokan az országban. Én ezért is ragadtam telefont, 10 millió emberből 106 gyermek, leginkább gyermekek érintettek vannak, mindenféle állapotban. És mit kell ahhoz tenni? Persze most sok millió ember előtt beszélgetünk. Ennél nagyobb fórumod, tehát látod, hát úgy kérdezel, hogy közben az élet már meg is oldotta ezt a kérdést. Ennél nagyobb fórum egyébként nem tudom, hogy neked lesz a kezedben valamikor, mint hogy 3 percig beszél erről a betegségről. Mi a betegség neve? Tünetelkezelhető? Epidermilózis. Epidermilózis bullózának hívják.
Na most, ha ez nem érint sok embert, akkor ugye érdemes lenne azokat az embereket megcélozni, akik benne vannak a betegségben. Van-e lista róla? Valahol? Nincs. Aki már eljut kezelési stádiumba, egyébként a SOTÉ-nek a bőr és nemi beteg klinikája, tehát a bőrklinika a legjobb hely, ahova el lehet jutni. Ez lenne a fő üzenet, amit én átadnék sokaknak. Ha már ott vannak, persze akkor már nyilvántartásba veszik őket, de a legeslegfőbb üzenet, akkor tényleg most még egyszer ezt megragadnám, és köszönöm ezt nektek, hogyha pici hólyagokat, sebeket észlel valaki úgymond fizikai behatásra, akkor a legjobb hely, ahova eljuthat ez a SOTÉ bőrklinika. Köszönjük szépen, professzor úr. Köszönjük szépen, elmondtad, létrehozhattál volna a Facebook csoportot, csináltál volna bármit, de egyszerűen ez, hogy itt ezt el tudtad mondani, ez szerintem nagyobb lehetőség, mint bármilyen. Én ezt nagyon bármilyen szépen köszönöm jelmányosan. Akkor nektek. Nagyon köszönjük. Köszönöm, hogy ilyen gyorsan csörgésre vettétek is, föl szép napot, szép hetet. Hát azt hittem, hát, hogy nem vagyunk élőben mi, vagy valami csalás van a dologban. Ezért hoztuk létre. Kétszer is beköszöntetek, hogy 1-2-3 próbaüzem, 1-2-3, és utána azt hittem, hogy ez egy magnóról mondjátok fel, de valóban nem vagyunk. Itt vagyunk. Ha kell, lefotózzuk magunkat a napi újságban. Ez a GK Live, érted? Gyakori kérdések. Igen, gyakori kérdések. Föltettél egy kérdést, és meg is válaszoltad. Köszi, ciao. Köszönöm, hello. Sziasztok. Ciao. Hello, szia. Hello. Na, ilyen egyszerű. Egy kipipálva. Ilyen egyszerű rovat. Tessék. Hallgatóink kérdeznek, és a kérdés közben megválaszolják, hogy mit szeretnének. Nagyon jó. Nem? Szerintem az időt kellene csak limitálnunk. Tehát legyen az, hogy 3 kérdés minden egyes alkalommal, de csak 1 percben. Hát nem gyakori kérdések hát egy most percben. Még van, amikor még van benne, amikor visszakérdezel, kell újabb, ahhoz, hogy jót tudj mondani, kell újabb info, azt ki kell szedni a hallgatók. Nem, nincs benne. Aha. Jó, mert ez olyan, legyen olyan, mint egy sajtótájékoztató. Indul az óra, fél percig kérdezhet, és fél perc válasz. Igen. És kidobjuk, és jön a következő. Persze, és tehát nagyon gyors, nagyon sűrű, nagyon gyors. Így van. Uh-huh. Mert hogyha egyáltalán nem tudunk semmit mondani, akkor utána tudod, tehát kellemetlen lenne. Na, itt van még egy hallgatónk. Haló! Jó reggelt, sziasztok! Indul az óra, tessék, jöhet a kérdés. Janikám, azt szeretném tőled megkérdezni, hogy a kék-fehér csíkos inget a fehérbe vagy a színesbe mosod? Jó! De nagyon jó kérdés. Tetszik. Na, én ilyenekre gondoltam. Nagyon jó kérdés. Inkább a fehérben. A fehérben, de én azt tanácsolom, hogy mindenképpen használja valamilyen a szín megőrzésére alkalmas, vagy a szín megőrzését elősegítő valamilyen adalékanyagot. Jó, na de akkor így. De itt jönne ugye a visszakérdés, hogy mennyi kék van benne? Milyen kék van benne? Hát fele-fele. Na jó, oké, fele-fele, de sötét kék vagy világos kék? És a következő kérdés, hogy melyiket sajnálnád jobban, hogyha elmúlna? A fehéret vagy a kéket? Mert akkor... Hát ezt így nem tudom nektek megmondani. Az úgy szép, ahogy újkorában megveszünk. Aha, matróz vagy? Igen. Igen, én fehérrel mosnám. Fehérre? Én fehérre. Mm-hmm. Igen. Jó, ez most mellékzőnge van a kérdés, ez nekem jó. Tehát, értem. Arra kérdezik, hogy Jani vagy. Megkaptad a választ? Nagyon szépen, köszönöm, igen. Ennyi. Nagyon szívesen. Jó, bajtok. Köszönjük. Hello. Még egy kérdés belefér a tesztüzem? Egy utolsó kérdés a tesztüzem. Utána egy nagyon fontos hírt kell megbeszélnünk. Egy tesztüzem. Jó? Újabb rovat indul. Egy újabb, utolsó kérdés. Tesztüzem. Jó? Még valaki kérdezhet egyet. Gyerekek, ez vissza nem térő lehetőség. Másfél-két millió ember előtt 3 műsorvezető azt kérdezel, amit szeretnél. Ez élni kell ezzel a lehetőséggel. Tudni kell élni ezzel a lehetőséggel. Lehet őszinte is? Őszinte, nagyon őszinte, személyeskedő a kérdés. Micsoda? Ez most nem a harmadik kérdés, mert nem, itt dolgozom vele. Mert őszinte személyeskedő? Persze, mert egyébként azt is már mondtuk, hogy jó arra, hova kellene, ahol... Ja, bocsánat. De nem közérdekűt nyomunk? Mit? Nem közérdekűt kell nyomni? A kérdés. Bármi lehet. Ami a hallgatót foglalkoztatja. Haló! Ja. Igen. Tessék! Haló, tessék! Ja. Te mire gondolsz, hogy személyeskedő? Hogy szia, Bali, nagyon kedvelem a Janit meg a felé, de te miért nem takarodsz már el az... Így van. Ez is. Haló! Ja, nincs csak. Igen. Itt a hallgató. Tessék! Nincs csak. 5-5-5-5-0-0. Mi? Nem tudtok kérdezni? Na, basszus, most indultunk el egy rovatot, illetve szeretnénk elindítani egy rovatot, és nem jutunk el 3 kérdés. De jó, hogy nem. Csak akkor legyen csak 1 kérdés, mert akkor 2 hétig tudjuk csinálni. Mert én szeretem ezt a rovatot. Ez jó, ez tessék, igen, haló. Ja. És most? Igen. És most, haló. Adásban vagy. Aha, de nem. Ja, de. Mr. Gép. Aha. Na. Mi van? Igen, haló. Tessék? Végre. Tessék, igen. Halló. László vagyok. Laci! Szia!
Na, nekem az a problémám, azt hiszem, hogy mit csinálják az én embereimmel, akik fiatalok, 25 év alattiak, felvettem őket dolgozni, igen? És nem akarnak dolgozni. Nem teljesítenek. Egy példát, mi zöldséget pucolunk, a felnőttek pucolnak, tököt pucolunk, bébételnek, azok pucolnak belőle egy 3-400 kilót naponta, ezek a mi fiatalaink meg egy negyedét. Nem akarnak el dolgozni, és nem tudom őket motiválni. Fizesd meg őket, jó? Köszönjük! Következő kérdés. Halló! Tehát ti dolgoztok egy konyhán, ahol ti tököt pucoltok, és a fiatalok, akik szintén ott dolgoznak nálatok, ők nem akarnak rendesen dolgozni. Így van, így van. És te vagy az ő főnökük? Én vagyok az ő főnökük, és tulajdonos is, igen. És te vagy a tulajdonos is, és próbáltad már motiválni őket szép szóval? Nem, már, tehát mi egy programban veszünk részt, ahol fiatalokat kell foglalkoztatni, erre a támogatást is kapunk. Aha. A fizetés is, ezek az emberek általában közmunkán vannak 50 ezer forintért, ők 120 ezer forintos fizetésben vannak, duplain keresnek. Már mondta nekik, hogy elég, ha 2000 dolgozni, és hogy rendesen egy hónapban, és még úgyse sikerül. Igen, már voltuk volna, hogy egyébként tényleg a teljesítménybér lenne a megoldás, de hát, hogy ha ők fixbe vannak, akkor úgy nehéz. Igen, de teljesítménybérbe meg egyszer el sem akarnak jönni dolgozni. Hát ezért nem akar eljönni nyilván, mert akkor megózni kell, hogy összejön a 120. Egyéb juttatást tudsz adni nekik? Tehát ha valaki megpucolja a 300-at naponta, akkor kap egy nem tudom mit. Egy csokit, nem egy, tudom. Valamit, igen. Hát egy csokiért nem fog menni szerintem. Ez a baj, hogy egyszerűen a hogy a program is erről szól, hogy 25 év alatti munkanélkülük ki, aki még soha nem dolgozott, és nekünk kéne munkára fogni őket. Ez lenne a beszokatója. Az is megérdemes. És mit csinálnak egyébként? Bemennek, dumálnak, cigarettáznak, röhögbicselnek? Igen, bemennek, dumálnak, úgy odállnak a munka mellé. Tehát úgy csinálnak, mint aki dolgozik, csak nagyon lassan. Tehát beszélgetnek, nem úgy teljesítenek, lassan dolgoznak, sokat sok pihenőt tesznek. Ültess szét őket! Az a baj, hogy ezek egy csoportban vannak. Sőt, van olyan, aki egyszerűen nem is eljön hétfőn, aztán jön hétfőn kedd, aztán a szerzsütök péntek nem is jön. És ugyanúgy megkapja a fizetését? Ugyanúgy. Hát nem, ilyenkor kénytelen vagyok ilyen fizetés nélkül szabadságra tenni, de aztán nem lehet nekik így fölmenni, mert a programot végig kell csinálni. És tehát kirúgni nem rúghatod őket, ugye? Nem nagyon, nem. Aha. Hát itt nincs jó tanács, mert ha nem tudod sehogy szankcionálni őket, és semmilyen módon ők nem számon kérhetők, akkor azért nehéz olyan fiatalokkal mit csinálni, nem számon kérhetők. Az a Feri, amit a Feri mond, az jó lehet, hogy aki viszont jól dolgozik és hozza az a nagy átlagot, az valamilyen plusz dolgot kap, ha esetleg őket így lehet motiválni. De hát ha semmilyen eszköz nincs a kezedben. De lehet, azt lehetnék plusz a végesetben. Meg azt talán segít, hogy az öreg, már ezt jó indulattal mondom, tehát az öreg rutinos rókák mellé betenni. Tehát nem hagyni, hogy az újak egy csoportban legyenek, mert nyilván duma van, meg nyilván érted, elbeszéled az időt, hanem széttenni őket. És na akkor... de mi van akkor, hogyha lehúzza az öreg sztahanavistákat is? Á, őket nem lehet. Odalakod melléjük a lustákat, és érted, ők is belustulnak. Írja egy hallgat, hogy adj neki kopasz barackot. Igen, olyan annyira nem motiváltak, hogy azt mondják, hogy inkább, ha dolgozni kell, és kapnak 90 ezer forint nettó fizetést, akkor inkább elmennek közmunkára, 57 ezer forint, és fekszenek a Gödölparton, és nem akarnak. Inkább azt mondják. Atya Isten. Az a baj, hogy ez egy ilyen általános mentális állapot. Igen, lehet. Ez sajnos egy mentális állapot egyébként. Igen, ebből őket te nem fogod tudni nagyon kizökkenteni. Valahogy ebbe a teljesítménybér vonalba kellene egy kicsit így ezt az egész dolgot terelni, akkor szerintem működni. Én emlékszem, annak idején hogy elég sok ilyen jellegű munkát végeztem, engem nem lehetett hazazavarni, amikor tudtam, hogy minél többet dolgozok, annál többet keresek. Na, megpróbálom. Akkor teljesítmények fog átállni, majd megmondom, hogy ti tanácsoltátok. Hát valami ilyesmit lehet, igen, fog hogy aki viszont az pluszt kap, és akkor azzal lehet őket talán motiválni, igen. Ugye ezt a bruttó 120-at oda kell adnod, mert ha pályázati, vagy támogatásos pénz, akkor ezt nyilván oda kell. Igen, ezt oda kell adnod, de mondd azt, hogyha valaki megcsinálja a napi 300-at egy héten keresztül, akkor az pluszt kap. Akkor az plusz igen. Valami kis plusz pénz, talán. A rendben. Köszi. Vagy pellengér, kaloda, szégyenfa. Botozás. Veszőzés, botozás. Igen. Köszi, ciao. Köszönöm, hello. Hello, hello. Na jó van, gyerekek. Fog ez működni? Őrület lesz. Már a rovat? Arra gondoltál? Hölgyeim és uraim, ez történt a Morning Show-ban. Egy... Hawaii tengeri gyalogosról szeretnék egy picit beszélni, mert hogy túl korán ért haza, vagy direkt így ment haza, ezt nem tudjuk, mert hogy többféle hírt többféleképpen olvastunk, viszont videóra vette, amint a neje éppen az egyik katona társával tölti a pásztor órákat. A dolog érdekes, ő valószínűleg készült erre, vagy kaphatott valami fülest, mert hogy úgy lépett be már a lakásba, hogy...
hát tulajdonképpen forgott a kezében a telefon, mint kamera, és felvette, ahogy ő megérkezik. Hát gondolom a meglepit akarta anyu arcára rögzíteni. Hát igen, ez vagy, sikerült igen is. Vagy a meglepit akarta rögzíteni, vagy pedig ugye ő tudta, mert kapott egy fülest, hogy anya, amíg te ugye a hazát szolgálod valahol, mit tudom én, egy messzi országban, addig anya már mással mulatja az időt. Ő is a hazát szolgálta, anya is, csak anya a másik katonatársal. Így van, pontosan ez történt. De egyébként abban igazán Ferinek, hogy nagyon népszerűek ezek a videók az amerikai katonák körében, amikor hazaérkeznek, és ugye nem szólnak előre, hogy mikor jönnek haza a messzi távolból, mondjuk egy ilyen hosszabb, fél éves, egy éves kiküldetés után, és felveszik a reakciókat. Tehát hogy lehet, hogy ez tényleg úgy készült, vagy azzal a célra készült ez a videó, hogy felveszem anyunak az arcát, aki nem mennyire tudja, örül még, hogy jövök. Majd. Igen. Na, hát emberünk belép a lakásban. Ugye itt látjuk a videót, itt is elindítom, hogy ti is tudjátok nézni. És azt látjuk, hogy ő... Na, nekem az a gyanús benne egyébként, hogy... egy dedi kiabálás. Várjál, már ott apa, a gyerek. Aha. Tessék? Ott a gyermek is. Igen, a gyermek játszik közben, ugye, amíg ugye apa megérkezik, és ő meglátja az apját, és baromira örül. A gyanús a videóban az, hogy apuci nagyon gyorsan halad valahova, tehát nincs ez a tétova keresés, hol van anyád, hanem ő célirányosan megy, elindul fölfelé a lépcsőn, és nem is nagyon köszön vissza a gyermeknek, mutatja a saját lábát, ahogy ugye sétál, megy, akkor született a gyerek. Így van, csak hogy a két videó utól érje egymást, hogy ti is lássátok, mert egy picit előrébb tartod. Mm-hmm. Így. Szóval. És hát... Csak mondom, hogy mi történik, megállítjuk egy pillanatra. Benyit a fürdőszobába, ahol anyu épp zuhanyzik. Anyu épp zuhanyzik, és a katonatársa, ugye, tehát ő is egy tengerész gyalogos, éppen egy forró csókot nyom a mesztelen anyu szájára. Aha. Hát ez nem inflagranti, gyerekek, a srác föl van öltözve, átszaladt leszappanozni a hátát anyának. Meg egy forró csók nem megcsalál. Ja, az volt. Hey, na, ugye itt megkérdezi, hogy mit csinálsz, megcsalsz, és hogy takarodj el a házamból, mondja a srácnak egyébként. És folyamatosan követi, a kellemetlen a dologban az, hogy átmennek a hálószobán, és láttátok a hálószobát, viszonylag rumlis állapotban. A nagy műsor volt. Tehát ott nagy műsor volt, igen. Leköveti a srácot. Yeah, I bet she's fucking your niece now, huh? Fuck, I don't beat your fucking ass, bitch. Hey, what's your name and rank, dude? Igen. What's your name and rank, bitch? Itt ugye azt kérdezi tőle, hogy mi a neved és mi a rangod, tehát hogy nyilván próbálja megtalálni, hogy hol szolgál, vagy hogy milyen rangja van, mert ugye folyamatosan megy utána, de nem fordul a srác vissza a kamerába, tehát nem ismeri meg. És aztán elszalad. Look at the fucking camera. Igen. Yeah, you're fucked, dude! Say goodbye to your fucking rank, bitch! Na, itt ugye csúnya a szavak kísérletén. Nagyon hogy, sokszor mondta, hogy rendfokozat. Igen, köcsön szó nála. Igen, hogy, de vagy ezt mondja a végén, igen, hogy búcsúzz el a rendfokozatottól, hogy elrontotta, csak más szavakkal mondja. Aha. Tehát, hogy ez ki fog derülni. Tehát a gyanús ebben az, hogy ő valószínű ezt tudatosan csinálhatta ezt a videót, ha már így kamerával ment. Igen, csendben volt, amikor haza, ugye, azért mondjuk egy évig nem vagy otthon, és a gyereked azt mondja, apa, hát arra csak válaszolsz. Mondom, valamit. Nem láttam még, mert akkor kim volt a fater, amikor született, érted? Vagy pedig a kisgyerek azt hitte, hogy az igazi apukája, aki fönn van. Hát több okból érdekes a dolog. Szerintem nagyon nyugodt az emberünk hangja. Én azért kiabálom. Én nem hallottam, annyira nyugodtnak. Nem? Én szerintem azért ez a hang nem annyira nyugodt. Hát én üvöltenék. Nem? Jó, de te nem vagy katonaviselő. Na, mindjárt megbeszéljük, hogy... Nem tudom, mi ez a regula. Ez igaz. Mindjárt megbeszéljük, hogy ki mit csinálna, és már most mondjuk a hallgatóinknak, hogy most ne azok jelentkezzenek, akik rájöttek egy cetliből, rúzsfoltot találtak, hanem tényleg olyanokat keresünk, akik úgy léptek be, hogy éppen hancúr volt. Tehát a legdurvább inflagrantira vagyunk kíváncsiak. Fegyverbarátság. Amik... Fegyverbarátságot kötött asszonykátok, férjetek, barátotok, barátnőtök úgy, hogy egyszer csak ti megérkeztetek. És hogy ebben a helyzetben az ember mit csinál? Na, tételezzük föl, tessék, mentek haza. Uh-huh. Mentek haza, ott van. Igen. Asszonykátok. Jövök haza Afganisztánból. Jössz haza a turkebei. Frissen előléptetve őrvezetővé. Na, te jössz haza Afganisztánból, te jössz haza a turkebei. A turkebei bőrfesztiválról. Te jössz akkor Afganisztánból. Na, aha. Tessék. Próbáljátok magatokat egy kicsit empatikus éneteket előhozni, nem lesz könnyű. És valójában beleélni magatokat a szituációba. Tehát nem eltolni, hanem átérezni. Aha. Mentek haza, kiéhezetten, egy éve nem láttatok asszonykátokat, benyittok a hálószobába, és valaki éppen csúnya ronda dolgokat művel a ti feleségetekkel, vagy barátnőtökkel, élettársatokkal, csajoddal, nem tudom most éppen melyik stádiumban.
Mit csináltok? Mi történik? Mi a rend fokozatot, te rahadék? Őrnagy vagyok. Mondom, felvigyázz, előjáró! Jó, sikerült az empatikus énedet elővenni, látom. Ennyi van benned, nem több. Értem. Ha egy pillanatra komolyra fordítjuk, aha, tessék. Ha-ho! Nagy kép. Hát figyelj! Ez a reakcióm. Igen. Ez a reakció. Ez egy rádióműsorra kevés. Hát próbáljuk hogy... verbális formába önteni. Állunk és nézzük. Igen, egy percig. Akkor nézzük most egymást egy percig csendben. Mit mondasz? Nekiállsz-e belekedni? Hát én lefagynék. Alapvetően nem az lenne az első, hogy elkezdek üvöltözni, mint az állat, hanem valószínűleg lefagynék. Én viszont igen. Én azért mondtam... Anya, mennyit változtál? Anya, mennyit változtál egy év alatt, hogy a fára mondtam, hogy... Most ki van elől, és ki hát? Mondtam, hogy tarts be azt a diétát. Na, de próbáljuk egy kicsit komolyak maradni. Én azért mondtam, hogy szerintem a csávó, tehát hogy kamu a dolog, mert hogy a csávó nem eléggé volt felháborodva. Uh-huh. Én biztos, hogy üvöltenék. Nem lehet, hogy csak a gyerekre volt tekintettel? Tehát, hogy nem akar... Igen, a gyerek ott mászik a lépcsőn, gondold el azt az életet, ott a gyereked a lépcsőn, aha, ő már ugye megismer, mert mondta, hogy daddy, tehát hogy örült az apjának, ugye? De nem állt meg a gyereknél egyébként, hanem ment tovább nagyon-nagyon gyorsan föl a lépcsőn. Tehát szerintem, itt, szerintem itt ő kapott egy jelet, hogy fönt lesznek, igen, a fürdőszobában. Hát, ugye, hogy bemegyek, kisugod, nem? Igen, ahogy, ha én bemennék, és akkor azt mondanám, Somi, hogy legyetek csöndbe. Megyetek a ütőszekrényhez, addig én fölmegyek. Hapapa, megyünk ki a szabadságnál. Hapapa, mi van a szatyrodban? Tyúk, kakas, tojás. Is ringászunk. Liba, kacsak. Addig én fölmegyek anyátokhoz, és ahogy fölérek halkan. De így érkezél meg. Az már nem kukorékó. És ahogy fölérkezel, akkor ott meglátod a dolgot, hát én biztos, hogy üvöltenék. Béka, sül! Zsűl? Hát, mit keres ott a zsűl? Most alapvetően. Zsűl, tényleg katonatárs. Érte, persze, katonatárs. Tehát a zsűl addig ápolta a kapcsolatokat. Igen. Ápolta a kapcsolatokat. Nem lehet, hogy arról volt szó, hogy úgy férkőzött be mondjuk annak a kegyébe, hogy mit tudom, hogy azt hazudta, hogy valami probléma történt a kacsi, és ott esett el mellettem, és azt mondta, hogy vigyázzak ráta. Igen, azt mondta, hogy menj már. Hajd nyugodtan így a fejed. Hogy majd én vigyázzak a gyerek. Nem mondta, hogy nem szeretett csinálni. Na, szóval komolyan fordít. Még egyszer, kérlek benneteket. Empatikus életeket vegyétek elő. Ordibálsz? Ez megalázó hát, ebben a... Mi az Isten történik itt? Hát, nem? Így? Na várja, még nem egyszer, nem még így? Egyszer, léci. Ki a fene ette meg a gombás tojásra? Gombás tojás. Édes Isten, meg a Nescafét gondolom. Picit belép. Párbai sonkás szalonnás oldalassal átitatod. Na így már jobb. Szóval, hogy... Az a baj, hogyha még nekiállsz ott hepciáskodni, verekedni, az is egy ilyen bűn megalázó szituáció, nem? Hogy még ott nekiállsz ott dulakodni, verekedni, nem tudom. Egyébként hát, nincs, nehéz a kérdés, mert nincs rá valójában jó megoldás. Nem a csávó a hibás, azért azt mondjuk meg, hogy ilyenkor mindenki a hát azért harmadik, is benne van. Benne azért van, de mindenki van a harmadikra próbálja kenni a dolgot. Ugye ezt már számtalanszor átbeszéltük, hogy egy megcsásnál mindig az újonnan érkezőt kezded el utálni. Holott hát te is hibás vagy benne, meg anya is hibás ebben a történetben. Tehát azért én vele elbeszélgetnék, hogy oké, hogy nem voltam most egy évig, mert túl kemény voltam egy éves Böllér fesztiválon. Na de hát, akkor legalább egy telefon, hogy ne gyere haza. Hát igen, nem túl okos. Hamarabb jöttem, hogy az alfa találkozón vagy. Nem mondtad, hogy egy nappal korábban véget ér az alfa találkozó. Igen, hát nem egy egyszerű élethelyzet. De nem egy egyszerű. Nem tud. Én gondolkozom rajta, azért kérdezlek benneteket, mert addig én is azon gondolkozom. Nem tudom. Yes, szabad vagyok! Végre, lakolhatok. Végre egy ürügy. A fene se tudja, hogy ebben a helyzetben mit csinálsz. Valószínű, hogy nem állsz neki ott nagyon durván lögdösödni, verekedni. Az egész szituáció baromi méltatlan, nem? Tehát nem kiküzdöl az egyik a feleséged, elkezdtek ott hemperegni, meg verekedni. Hát attól függ, az embernek milyen a vérmérséklet, ha olyan, akkor tényleg neki rohansz. És akkor ott birkoztok, mert nem érdekel, agyon akarod verni. És ha pont közben nem vannak, és mesztelen a hapsi, akkor egy mesztelen csávóval kezdesz el birkózni. Ebben a helyzetben nem tudom, hogy érdekel-e. Tehát ha olyan a vérmérséklet, hogy szívesen megborítod, akkor teljesen mindegy, sőt, még élvezet is, hogy mesztelen. Tehát akkor nem azon gondolkozol, hogy jaj, neki ez milyen megalázó. Most próbálj minden helyzetet elképzelni. Képzel már el, hogy Török Bálint kergetsz egy mesztelen férfit, és üvöltözöl. Tehát picit. Nem, azért hülyét nem kell magadból csinálni, egy vizes törölközőbe csapkodod a fenekét, és rohantok végig a hetesen. Tehát azért ezt nem így képzeled, de ez valami szörnyen megalázó lehet. Tehát ennél
durvábbat, destruktívabbat, megalázóbbat, mint hogy tényleg így kell szembesülnöd azzal, hogy téged megcsalnak, ez senkinek nem kívánja az ember. Tehát ez valójában szörnyű. Nem is tudom, hogy tudsz-e rá mit mondani ott helyben. Szerintem nem, becsukod az ajtót, kijössz, leülsz, veszel egy nagy levegőt és átgondolod. És a közös otthonotokban. Hát az meg aztán ráadásul pláne, szóval, hogyha már tényleg megtörténik a dolog, akkor vigyél egy motelbe, egy hotelbe valóban. A közös ágyatokban ezt megtenni, az mindennek az alja. Abba én mindig érzek egyfajta ilyen mindig érzek, egyszer se történt meg velem, tehát, hogy ki az a frajmi? De igen. Azt érezném, hogy ilyen nagyon cinikus, tudod, ez a semmi se számít, kit érdekel, tudod, egy kicsit ilyen. Úgyse jössz haza. Úgyis megtehetek bármit. Igen. Úgyse bukom le. Ebben ez van. Ez egy üzenet. Igen. És gondolod, mész haza, vagy szexelt egy nővel is megérkezik egy amerikai tengerészgyalogos. Tehát az emberünk egyébként egészen jól úszta meg a dolgot. Nem? Tehát azért egy amerikai tengerészgyalogosnak nem akarod megdugni a csaját. Nem? Hát nem. Nem mondjuk ki. Nem, ugye? Nem jut eszedbe. Ugye? Nem. Mert ott azért még lehet folytatás. Megérkezik egy ilyen 120 kilós, brutál kigyúrt, iszonyatosan izmos, nem tudom. Tehát 8 féleképpen tud csak szembelölni. Igen. Tehát, hogy azért az nem biztos, hogy ezt akarod megtenni. És érzékel ilyen 10 centis Times New Roman betűkkel van a mellére írva, hogy kill Obama. Vagy ja, hosszabb, de hülye vagyok. Obama. Hát is kill Obama. Ha kill Obama van ráírva, akkor meg tényleg nem akarom. Akkor meg pláne nem akarom a feleséget elkapni. Hát elnökét is meg akarja ölni, mit csinálna velem. Na, drága hallgatók, nyilván sokatoknak volt már sajnos ilyen, és tényleg a legintimebb, legdurvább, legdöbbenetesebb pillanatokra vagyunk kíváncsiak, amikor is benyitottatok, és az a bizonyos látvány fogadott. Tehát már nem is az, hogy öltözködtek, nem is az, hogy ott volt, nem is az, hogy gyanús volt, és nem tudtad eldönteni, de arra gondoltál, hogy mi lehetett, hanem tényleg a fürdőszobában nyitottál rájuk, a hálószobában, a spejzban, az istálóban. A spejzban, a mosókonyhában, a kukatárolóban, a gardrobszekrényben. A gardrobszekrényben, amikor is tényleg a szó legszorosabb értelmében megtörtént a rajta kapás. Hogy azt írjátok meg nekünk, vagy telefonáljátok, hogy mit csináltatok, milyen volt, mit lehet ebben a helyzetben tenni. Tudjuk, hogy ez egy tragédia egyébként. Nyilván, hogy persze. Most ugye a filmvégjáték vonalon indultunk el, ugye a műsor jellegéből kifolyólag, de tudjuk, hogy ez egy hatalmas trauma lehetett. Ez itt a Morning Show a Klassz FM-en. 8 óra múlt, pontosan 40 perccel. Szép reggelt kívánunk mindenkinek. Itt vagyunk egy jó kis well hello után. A rakpart. Ez volt. Ugye? Így van. Mindig keverem, hogy apu vedd meg, vagy a rakpart? Apu vedd meg, ez az. Apu vedd meg, akkor ez nem a rakpart. Szép volt, Bali. Szép volt, Bali. Jó van, Bali. Megint szépet mondtál, ügyes vagy. Apu vedd meg a rakpart. Szép volt, Sebestyén Balázs. Nem ez volt benne, ugye? Apu vedd meg a rakpart. Szép volt, Sebestyén Balázs. Hogy tudom megkülönböztetni? Mit mondtam? Pontosan így. A szöveg alapján te hülye. Nem tudjátok, hogy milyen nehéz ebben a székben ülni, ti ezt nem érzitek át. Hogy de, hogy nem látjuk, hogy tűzködsz. Nem, ti csak ültök, ott esztek, isztok, érted? Mi? Utaztok a vonaton, amit viszek, tolok, és ez aztán... Köszönjük, hogy hős vagy. Köszönjük, hogy minden nap, hogy nem érzitek, nem érzitek. Köszönjük, hogy itt ülhetünk a másodosztályon. Én ráadásul dohányzóban Feribe. Komolyan nem érzitek. Annyira jött rárohadva a seggem a műbőr. Annyira jó. Műbőr, velúr, vagy nem tudom, mi van ott. És elülül a masinista, látom meg a... Laposai palacsinta, így van. Egy hawaii tengerészgyalogosról beszélgetünk, aki túl korán ért haza, vagy direkt így ment haza. Próbáltuk fejtegetni, nem tudtuk egyébként eldönteni, hogy mi történt vele. Viszont rajta kapta feleségét, aki megcsalja őt. Szója, kicsomagoltad. Jó, tehát hogy mondjuk ez megvan, tényleg idegesítő. Megőrülök. Tehát szólj, ha megvagy. Pillanat. Nem szeretem így megszagolni közvetlenül. Na hát ezért mondom, hogy másodosztály az másodosztály. Tehát érted, SMS-sel ülök, olvasok, küzdök, meg te átcsomagol, és őszi barackos te a filtereket szagolgat. Hát, mondj valamit, amit első osztály. Könnyű így. Jó, majd küldetek kaját, jó? Valamit. Innen át. Zsül, mit teszünk itt az első osztályon? Cukika, mit kérsz? Hm? Na, azt mondja, hogy hol tartottam? Megzavart ez a kis teás. Hamarabb ért haza. Intermezzo. Szóval, hogy hamarabb ért haza, vagy direkt hamar ment haza.
és rajta kapta feleségét, felvette videóra, a másik férfi pedig éppen, aki szintén egy katona volt, ott tartózkodott a házban az asszonnyal, asszonyka mesztelenül üldögént a zuhanyban, tehát valószínűleg már aktus után kapta rajta őket, a férfi pedig éppen egy forró csókkal próbált búcsúzni, mikor az amerikai tengerész gyalogos megérkezett. És hát beszélgetünk nyilván arról, nehéz ezt elképzelni, hogy az ember mit csinálna. És nem, nincs jó megoldás. Egyébként nyilván itt tényleg mindenki azt tenni, amilyen a személyisége, amilyen a vérmérséklete. Próbáltuk kitalálni, hogy mi mit csinálnánk, és arra kértük hallgatóinkat, hogy mondják el nekünk, hogy meséljék el azt az élethelyzetet, amikor ők hasonlóképpen jártak, és rányitottak férjükre, asszonykájukra, barátjukra, feleségükre. Hát azért ez egy kellemetlen. Kellemetlen, tudok olyanról is, amikor előtte zuhanyoznak, tehát hogy nem biztos, hogy ez megtörtént. Hát de a csók az mindegy, a csók az igen. A csók és a rumli a hálószobában azért azt mutatja, hogy valami volt. Valami volt. De nézd, ha előtte zuhanyoznak, se biztos, hogy akarod látni a feleségedet, hogy ül mesztelenül egy másik, egy kádban, és egy férfi éppen csókolozik vele, és azt mondja, hogy nem történt semmi. Ja, akkor lemegyek, főzök egy reggelit, gyertek le. Belement a szemébe, szavar a hat. Mit szeret, sonkás tojás? De kapucsinó, lent készítem a reggelit, maradjatok nyugodtan, nem zavarok. Tehát, ha nem történt semmi, se nagyon jó magyarázat, nem? Mi a fenét csinál egy másik férfi a lakásodban? Na, itt van velünk egy hallgató. Halló. Halló, sziasztok. Hello, Tibi. Laci. Szia, Peti, az Gábor. Laci. Hello, Laci. Na, Laci, veled mi történt? Hát én tavaly július 26-án este 11-kor lementem ott a mellettünk kocsmában, ott dolgozott a feleségem. És záróra előtt nyitvatartási időben már zárva volt az ajtó. Aztán amikor benéztem az ablakon, csak azt láttam, hogy teljesen vesztelő a Rex-es szalon közösülnek. Elnézést, hogy nevetek, nem azon nevetek, ne, ne, csak a Rex asztalon, ez annyira retro. Tehát benéztél, és ott láttad a feleségedet, ahogy együtt van egy férfivel a Rex asztalon. Igen, ráadásul a szomszédunkban lakó, addig barátom, aki a feleségemnél 10 évvel fiatalabb. Mit csináltál? Hát rájuk zörgettem az ajtót, ilyen gyorsan még nem láthatok nőt fölöltözni. Kijött, kinyitott az ajtót, bementem, megkérdeztem, hogy mi volt ez. Csak nézett, közöltem vele, hogy többet ne jöjjön haza. Mióta volt a feleséged? Hány éve voltatok együtt? 22 éves házasság évfordulónk volt előtte egy hónappal. De nagyon beégett a dátum, tehát nyilván annyira traumatikus, hogy az ember meg is érzi, hogy július, akár negyedik a este, 9:30, tehát hogy pontosan tudod, hogy ez mikor történt. Ez úgy belém égett, mint a... Nem volt semmi előjele, semmi? Tehát ön nem is gondoltad volna, hogy neki viszonya van már ezzel a pasival, vagy hogy lehet valami, vagy esetleg már korábban is megcsalt, tehát teljesen váratlanul ért a dolog? Hát annyira nem teljesen váratlan volt, mert én előtte már gyanakodtam, mert ez a srác túl sűrű járt be, amikor a feleségem dolgozott, és előtte ő nem járt be a kocsmába. Aha, tehát hogy én valószínűleg ott már... Én megkérdeztem a feleségem, ő azt mondta, hogy nem, hanem a kolléganőjével szeretne összejönni, és azért jár be hozzá, hogy próbálja meg őket összehozni. Én ezt elhittem, úgyhogy én megnyugodtam akkor. És aztán meg ott láttad őket. Ő letesztelte, hogy jó lesz-e a kolléganőnek. Ilyenkor nem akar az ember verekedni, bemenni, birkózni, leütni a másikat? Nem, abban a pillanatban eszembe se jutott. Eszembe se jutott. Aha, tehát akkor te egy ilyen nyugodtabb pali vagy. Meg gondolom, hogy valaki ilyenkor nem állja meg, hogy ne tépje fel az ajtót, menjen be és próbálja hülyére verni a pasit, hát igen, még ha nem is feltétlenül tehet róla. Utólag, amikor gondolkoztam, akkor már bennem volt az, hogy azt kellett volna tenni, de jobb, hogy nem tettem meg szerintem. El is váltatok, gondolom, nem? Hát most folyik a válóper még. Ő el akar válni? Vagy ő mondja, hogy egyszeri dolog volt, ne haragudj és maradjatok együtt? Nem. Ő azóta élettársi kapcsolatban él a srácsal. Ja, hogy nincs is nagyon a lelkiismeret furdalási szakasz, kibékülés, ne haragudj, megbántam. Nem, semmi. Aha, tehát valószínű, hogy ő már ezt elengedte. Mondjuk nem volt túl okos az asszony, tehát hogy azért ez a Rex asztalon úgy, hogy az utcáról be lehet látni, stb. Hát a vágyak legyőzték az okosságot. A fiúval beszéltél egyébként utána? Nem. Azóta nem is beszéltetek. Hát, Laci, ez nem egy könnyű élethelyzet. Túl vagy már rajta lelkileg? Hát, időbe telt, de hál' Istennek már túl vagyok rajta. Igen, hát ahogy nem akarja az ember látni a saját feleségét, ugye? Főleg nem. Hát, ezek után már bottal se nyúlnék hozzá. Ennyi év után. Köszi, hogy elmondtad, reméljük, hogy jobbat találsz, Laci, köszi. Köszönöm, ciao. Sziasztok. Hello. Itt van velünk Tibi, hello Tibi, jó reggelt. Sziasztok. Hello. Milyen érdekes, hogy férfiak találkoznak, telefonálnak, nem? Tehát, hogy női hallgatók, akik egyébként a pasiukat kapták rajta, kevésbé jelentkeznek. Tibi, veled mi történt? Hát nagyon hasonló a történet Laciéhoz, csak én nem vártam meg az aktust. Az én kedvesem azt mondta, hogy elmegy egy csapatépítő tréningre, el is ment,
csak én már gyanakodtam, hogy valami nem stimmel vele, és utána mentem. És akkor ott így igazából így tudtam, melyik szobában lakik, melyik szobában fog aludni, és így este én is így bekukkantottam az ablakon, ahol nem volt behúzva a függöny, és hát akkor bújt be mellé az egyik kollégája, és én nem vártam meg az aktust, mert igazából nem voltam rá kíváncsi, tehát így addig jutottak el, amíg láttam, amíg így csókolóznak, megfogta a mellét, és akkor bekopogtam én is az ablakon. És akkor ugye elsétáltam, kijött, és ebbe az volt a legszebb, hogy még megjátszotta a hülyét, tehát hogy én így megkérdeztem tőle, hogy most akkor ez mi volt? De hát elég hülye kérdés, mert hát tudom, hogy mi volt, de hát most ilyenkor mit mond az ember? És rám nézett bután, hogy mi, nem történt semmi. Ja, aha. Az eszedbe se jutott, hogy megvárt? Nyilván nehéz kérdés, mert az ember ezt tudja végignézni, csak hogy úgy menj be, hogy már teljesen egyértelmű legyen. Ilyenkor ez nem volt az ember eszében. Nem igazán voltam rá kíváncsi. Nyilván persze, hát ez egyfajta perverzió lenne ezt végignézni. És csak rákopogtál, hogy jöjjön ki, tehát nem akartál bemenni, nem akar ilyenkor az ember verekedni, nem kezel üvöltözni, lerántani róluk a paplant, jelenetet rendezni. Nem, hát ő kijött, és akkor ott ugye váltottunk néhány szót, megjátszotta a hülyét, aztán beszélgettük, és kijött utána a fiú. Nem is üvöltöztél? Nem is támadtad le a srácod? Na, akkor te is egy ilyen nyugodtabb pali vagy. Hát, csak annyit mondtam a fiúnak, hogy jobb lenne, ha visszamennél. És akkor ebből így úgy érezte, hogy most itt nem kéne, és akkor ő elment. Aha. Úgyhogy így igazából ennyi, tehát hogy nem... Én nem... szerettem volna ezt így végignézni, hogy ott még mi fog történni. Ja. Nyilván nem, hát az értelemszerű, persze, de te is kulturáltabban intézted a dolgot. Nem hiszek benne, hogy segítene az, hogy az ember agyonveri a pasit, mert alapjában ezért a nő kellett ahhoz, hogy a pasi ott lehessen. Persze nyilván a pali is tehet róla, de hát a pali hallhat bármit. Nincs feleségem, nincs férjem, nincs senkim. Tehát, hogy... Ugye? Én azt gondolom, hogy ilyen esetekben nem az a megoldás, hogy agyonverjük a palit, mert egy épp egészséges férfi ember, megtetszik neki, egy nő megkívánja, bepróbálkozik. Hát ha a nő enged, akkor enged. Ilyenkor minden kulcs a nő kezében van. Hát igen, az adott fél kezében. Hát ki tudja, nem mentem a harmadik felet, csak ki tudja, hogy ez milyen információt kapott, tudott-e rólad, igen. Tehát itt mindig a párkapcsolat másik felével kell elszámolni. Szét is mentetek, gondolom, nem? Igen. Igen. És ugye az okokra kíváncsi voltál? Beszéltetek erről az egészről? Hát nem nagyon tudok mit mondani, tehát én nagyon szerettem, és én úgy gondoltam, hogy mindent megteszek azért, hogy jó legyen, de valahogy nem, ez sose derült ki, hogy ennek igazából mi az oka. Hogy mi volt az oka? Túl vagy rajta? Ha abszolút. Ezen egyáltalán túl lehet lenni? Igen? Abszolút, tehát ez már elég régen történt. Aha. De megmaradt azért. Micsoda? Hát maga, ahogy beszélsz róla alom a hangodon, hogy azért ez így megmarad az emberben, nem? Nem egy kellemes élmény. Nyilván, de, persze, igazából nem kívánom senkinek. Engem. De kulturáltan intézted, ez mindenképpen jó, szerintem. Abszolút. Tehát ha az ember a saját méltóságát meg akarja őrizni, akkor ez az egyetlen mód, hogy nem állsz neki verekedni, nyilván őt ugye nem ütsz meg, az semmilyen körülmény között nem elfogadható, még ha okot is ad rá. Tehát kulturáltan intézted. Tibi, köszi, hogy elmondtad. Én is köszönöm. Sziasztok. Ciao, hello. Ha szereted a párod, akkor érzed, hogy megcsal, ezek már SMS-ek. Hazamentem melóból, és ott voltak a hálóban. A látvány letaglózott, nem tudtam semmit tenni, pedig megterveztem. Fogtam a gyereket a másik szobába, és elköltöztünk. Ez azt gondolom, hogy egy női hallgatók írta, nem írta alá. Főiskolán a szobatársamat találtam az ágyban az akkori párommal, nem tudtam megszólalni, csak álltam és néztem, majd kis idő múlva közöltem a lányjal, hogy erről a vőlegénye is tudni fog. Ezt Ági küldte nekünk. Hát ilyenkor borítanak a nők mindent, igen. Akkor áldos ismerős is volt, akivel megcsinálta. Igen. A szomszéd buszsofőr gyanút fogott és váratlanul hazament, anyuka úgy megijedt a rajtaütésen, hogy a háziorvost kellett kihívni, mert nem tudta elengedni a delikvenst. Most ez igaz, vagy nem tudom. Amikor hazaérkeztem nálunk, az edzőtársam zuhanyzott már, én közöltem az élettársammal, hogy takarítsd el a fürdőből. Amikor elment, azt mondja, elment a köcsög. Micsoda? Jó, ilyeneket ne jelöljünk be, Laci. Kedves barátunk, a helyi kisboltos, a feleségét kapta rajta inflagrantin a régi közös baráttal, utána végig kiabálta a falut, hogy a felesége mekkora. Tudjuk, hogy mi. Aztán mindenki zavarban van, ha betér hozzájuk a boltba. Ugye ez is egy érdekes élethelyzet. Én egyszer sajnos, hál' Isten, hamarabb értem haza munkából, éppen zajlott az aktus, hát nem kellemes érzés. A luksogor még fel volt háborodva, hát adtam neki egy kis kókuszkát, de ami a legjobban bosszantott, hogy a hölgyel szétválnak útjaink, hogy az én sörömet itta.
Hát, az már sok volt. Na most, most ebben igen. a pillanatban nálam is elszakadt a cél. Azért tudta, hogy a hölgyel szétválnak az útjai, de hogy az ősőrét itta, ezt kikéri magának. A rohadék. A rohadék, igen. Az egyik ismerősöm ott az aktus közben ért haza, leült az előtérben, megvárta, míg végeznek, a felesége kapott egy pofont, a gyereket meghívta egy sörre a kocsmába. Uh-huh. Beszéljük át a sztorit. Hát azt mondta, hogy az asszony a hibás, mert ha ő nem akarta volna, akkor nem lett volna semmi, természetesen ők is azóta szétmentek. Hát ez a másik véglet, azért leülni sörözni, nem? Azért egyfajta baráti hozzá. De érdekes, hogy ez az SMS is arról szól, hogy a nő a hibás. És hogy úgy tűnik, hogy a férfit nem is hibáztatja annyira. Mert hogy az előbb betelefonálunk, és azt mondta, hogy egy egészséges férfi ember fejében nyilván megfordul, és ha ott van előtt a lehetőség, kihasználja a nő. De szerintem ebben van igazság. Tehát, hogy ha te félrelépsz, akkor mindig van egy pont az életedben, és mindig van egy adott pont a párkapcsolatodban, amikor te még eldöntheted, hogy lesz-e belőle, vagy nem. Valami. Tehát mindig van a flörtörésnek egy olyan pontja, amikor zárod a dolgot, és tudod, hogy megtörténhetne, de nem akarod, vagy engeded, hogy menjen a dolog, történjen, és utána már átadod maga a történéseknek. Mindig az dönt, aki párkapcsolatban van. Az nem nagyon hibás, aki egyébként kintről jön. Most ő mondja azt, hogy nem nyomulok arra meg, a nőre, mert van férje. Nyilván etikai szempontból, vagy morális szempontból azért ez kérdőjel. Vannak pasik nők, akiknél hál' Isten ez tabu, feleséged van, férjed van, nem érdekel. Szerintem ez a jó. De mindig a párkapcsolaton belül lévő ember az igazán hibás ebben, nem? Hibás az, hogy most ha téged, nem tudom, bárki a feleséged megcsal, akkor a pasit hülyére vered? Nem feltétlen. A nőnek kell, vagy a pasinak az adott helyzetben eldönteni, hogy tovább megyek és beengedem a harmadikat, vagy lezárom és nem jöhet. És hát az is családos, akivel szóval... megcsal. Tessék? És az is családos, akivel megcsal. Akkor az ő ügye, az ő családja. Igen, nem tudom, hogy van-e azzal dolgod. Most oda mész borítani, persze. Nyilván nem jó dolog, sőt, hát egy rohadék, hogy ezt megteszi a saját családjával, de neked mindig a pároddal van elszámolni való, soha nem a harmadikkal. Ő azért jöhetett be, mert a te párod beengedte. Csak te hazamész, igen? És meg elkapod ezt a sztorit, hogy ott van a kedvesed, a feleséged, meg egy hapsi, akkor mi történik, hogy miért a hapsit kezded el ütni, vagy miért neki mész? Mert a nőt azért szereted, még akkor is, hogyha épp a megcsás pillanatában vagy. Én mind, nem? Azért hát igen. Kezd, igen, meg, azért meg jobb fáj... rányomni, hogy ő a hibás, meg ő kezdett ki, mert mindig, ha átnyomod valaki másra, addig se nézel azzal szembe, hogy egyébként nyilván a feleséged valószínűleg azért lépett félre, mert te valamit nem adtál meg neki. Feltételezzük ezt az élethelyzetet. Nem volt egy érzelmi hiány, aztán a párod, ja, csak azt mondta, hogy eddig is nem tovább, igen. Jó, na hát... Igen, gyerekek, a virágos kertet gondozni kell, írja valaki, nyilván ott is vannak nagy megfejtések, igen, köszönjük szépen. Ő nagy gondozó lehet, ő nagy kertész lehet. Gyomlálni, trágyázni. Egy. Na jó. A mikrofon mögött az éter nagy ágyúi, Sebestyén Balázs, Rákóczi Feri és Vadon Jani. A vendégünk pedig megérkezett, rengeteg kütyűvel felszerelkezve, Meskó Bertalan, orvosi jövőkutató. Hello, jó reggel, ciao. Sziasztok. Hát lassan te hazajársz ide hozzánk. Örülök. Nem? Tessék? Mindig örömmel jövök. Mindig örömmel jövök. Azt látom, ha nem is látszik. Elmondtam, hogy többször voltál már vendégünk, ugye talán vannak olyanok, akik nem hallották, és mindig elképesztő dolgokat hozol nekünk. Leginkább az orvostudomány világából, mert ugye, hogy te ezeket kutatod, nézed, olvasod, fordítod az erről szóló cikkeket, írod is természetesen, és hát most is hoztál jó néhány dolgot. Amivel én felvezettem a te érkezésedet, arról beszéljünk néhány mondatot, mielőtt belevágnánk abba, hogy mit hoztál, mert hogy mostanában tényleg mindenki sokat beszél erről a mesterséges intelligenciáról. És ugye Buenos Airesben volt a napokban egy mesterséges intelligencia konferencia, ahol ugye hát a világ legnagyobb koponyái felszólaltak a mesterséges intelligencia ellen, a Google-től, a Tesla-tól, az Apple-től, vagy éppen Stephen Hawking, aki ugye mondja, hogy az emberiségre a legnagyobb veszély most már nem biztos, hogy a földön kívüliek jelentik, hanem például a mesterséges intelligencia. Ezeket nyilván te is olvasod, vagy követed az ilyen erről szóló publicisztikákat, cikkeket. Jól gondolom? Nagyon, mert rengeteg felhasználás lehetősége van az egészségügyben. Kórházak irányításánál nem lesz több várakozási idő. Tehát a kórháznak a mozgását, a mozdulatait jobban tudja megelemezni és megtervezni egy mesterséges intelligencia, mint hogy bármilyen kórházi menedzsernek kiállna ezt kézzel kitalálni. Láttatok a Nő című filmet, 13-ban Spike Jonze-tól? Nagyon szeretem azt a filmet. Annál jobban leírni azt, hogy az Emmy az mire lesz képes, talán még nem is írta le a film. Az Ex Machina írta le most idén. Na, azt nagyjából nem szerettem, látod. De ez azért az Ex Machina azért nagyon jó példa, mert hogy az Emmy-t elkezdik fejleszteni, mindig az a kérdés, hogy ebből egy barátságos vagy nem barátságos Emmy lesz a végén.
A barátságos az NBA mesterséges intelligencia, csak látom, Jani, hogy már picit kezdett összekavarodni a szemed. Mi ketten a Janival? Hol vagyok? Kik ezek az emberek? Ugye ez az Ex Machina, ez arról szól, hogy tulajdonképpen semmi más nem történik a filmen, mint hogy egy minimalista házban van egy pali, aki fejleszti a mesterséges intelligenciát, és meghív egy másik tudóst, hogy ők ketten tanulmányozzanak egy robotot, ami már emberi érzelmekkel lett felruházva, és a robot ugye a film végén, hát most ellövöm, aki nem akar, aki meg akarja nézni, az most egy pillanatra halkítsa le a rádiót. Egyébként ne nézd meg, mert nem egy túlságosan mozgalmas és jó film. Zseniális film. Zseniális film, ki ne hagy. De tényleg? Az Emmy-ről az egyik legjobb film, hogy valaha csináltak. Fú, de untam. Na mindegy. A végén önálló életre kell, a legnagyobb közhely önálló életre kell, és a gazdája ellen fordul. Tehát ezt már James Cameron is megcsinálta. Meg rengetegen megcsinálták, hogy a végén a saját fejlesztője ellen fordul a nő, akinek személyisége van, és az egyik tudós kicsit belezúg a robotnőbe. Erről szól, ugye? Hát én... akkor ezért nem szeretted, nem igazán erről szól. Én végig szenvedtem. Hogy van-e lehetőség az Emmynek arra, hogyha egy emberrel kapcsolatba kerül, hogy kiusson a saját kizárkájából. Így van. Hát ugye a robot ki akar jutni, és a pali mint egyfajta ilyen kis csali van bedobva, hogy a tervező megnézze, hogy a robot valójában ki akar-e jutni. És akkor hogy barátságos lesz, de hát megvan az esély annak, hogy ha már emberi kontakt van, akkor meg fogja oldani, hogy kiusson onnan, hiszen Emmy. Nálunk valószínűleg fejlettebb intelligencia lesz egy ponton túl. Na, de miért ekkora ez? Tehát itt mindenki a fegyverekről beszél, ugye, hogy a mesterséges intelligenciát elkezdik fejleszteni, és mondjuk fegyvereket gyártanak, és ezek önálló életre kellnek, akkor elindul egy ilyen mesterséges intelligenciával ellátott fegyverkezési rivalizálás. Erről szól ez a konferencia, hogy hogy lehetne ezt megállítani, hogy katonai nagyhatalmak ne tudjanak ilyet fejleszteni. Az Emmy az nem egy ilyen igen, nem fekete-fehér kategória. Tehát nem lesz egy pont, ahol bejelentik, hogy ma reggeltől van Emmy, hanem már most is vannak Emmyhez hasonló rendszerek, például az autóinkban, meg számtalan más a Google kereső motorjában, az Amazon, ahogy ajánlgatja a terméket, abban Emmy-szerű algoritmus van mögötte. És lesz egy pont, ahol olyan Emmyt fejlesztünk ki, ami elkezdi magát fejleszgetni úgy, ahogy nem is értjük már, hogy mit csinál, vagy hogy mit alkot saját magából. És ez a pont, ez úgy hívják, hogy szingularitás, mert hogy mint a fekete lyuknál nem látunk bele, nem jön ki onnan fény, ebben nem tudjuk átlátni a folyamatokat, a fejlesztési irányokat, és honnan tudhatjuk azt, hogy az Emmy egy ponton túl nem fordul ellenünk azzal abból az indokból, hogy nyersanyag felhasználó források vagyunk emberekként, és feleslegesen az ő céljait befolyásoljuk. De nem tudsz beleépíteni egy olyan gátat fejlesztőként, ami azt mondja, hogy van-e egy pont, amin te nem léphetsz túl, akármilyen okos mesterséges hát intelligencia igen, csak majd felülírja azt is. Pontosan erről szólnak a viták, hogy lehetne barátságos Emmyt algoritmus fejleszteni, ami az embert, az emberiséget soha nem bánthatja, de hát ahogy mi embereként is felül tudunk írni, olyan dolgokat megtanultunk régebben, aha, ha egy mesterséges intelligencia nálunk sokkal fejlettebb, az esély megvan rá, hogy okay, ő is felül írja magát. Oké, de akkor itt arról van szó, hogy az emberi hiba fogja okozni ezt a katasztrófát, ha ez bejön. Akkor, érted? Mert azt mondod, hogy lehetne olyat fejleszteni, ami a jó célokat szolgálja, mint ahogy tényleg van, hogy Jani tudjuk a pornó oldalakat nézi, tehát igen, neki, ha belép a Google-ra, mindig földob egy ilyet, ugye? Így van. Na, ez már mesterséges intelligencia. Köszönöm szépen a Google-nak. Na, nagyon szívesen mondaná a Google, hogy ezt nem tudod beleépíteni? Ezt, tehát, ha nem tudod beleépíteni, akkor az emberi hiba lesz. Az Emmy szakértői szerint ez csak elvileg nem lehet beleépíteni, mert hogy ezzel azt mondod, hogy ez csak egy ilyen kulcs, vagy algoritmus sor lesz a végén. Viszont ha beszélgetsz majd vele, és mondjuk egy szobában van, amit te nem látsz, hogy ő ki, vagy mi, hogy algoritmus, vagy ember, nem fog tudni megmondani, hogy ő ember, vagy robot, vagy hogy empátiát közvetít feléd, vagy érzelmei vannak, hogy etikája van, vagy elvei vannak. De kell ez neki? Nem fogod tudni. Ugye erről szólt ez az Ex Machina is, bocsánat, hogy pillanatra még visszautolok a filmre, akit érdekel, tényleg nézze meg. Ugye, hogy emberi érzelmeket kezd el táplálni a kutató iránt a robot, és a srácot ez megtéveszti, és kicsit viszonozza, és beleszeret a robotba, és ugye ezt boncolgatja tényleg, hogy mi van akkor, ha már egy robotnak, egy programnak elkezdenek érzelmei lenni. Ebből a szempontból érdekes, de hát tényleg valódi félelem ez, hogy kellettől valójában tartanunk, hogy ez 40-50 év múlva megtörténik, ami ugye nagy klasszikus, de tényleg a Terminátorban, hogy a Skynet öntudatára ébred, és az emberek ellen fordulnak a gépek. Most mindenki erről beszél, tényleg és legnagyobb koponyák mondják, hogy jaj, csak ezt ne óvjuk meg ettől a világot. Kérdés, hogy meg lehet-e? Minél hamarabb foglalkozni kell ezzel. Tehát ha elolvassuk a legjobb könyveket a témában, Nick Bostrom, bostoni kutatónak van egy Szuperintelligencia című könyve, az zseniális. Minden forgatókönyvet végigvesz, hogy mi történhet, hogyha teljesen barátságos lesz, ha teljesen barátságtalan, és az a vége, hogy nem lövöm le a poént, de az a elemzésének a vége, hogy szinte lehetetlen barátságos semmit készíteni. Azaz lehet, hogy barátságos lesz azzal, ahogyan ő kialakul,
de nem lehetünk biztosak benne, hogy majd nem akar minket nyersanyag forrásként a parkoló pályára tenni, és a saját fejlesztését, fejlődését minden áron fenntartani. És akkor gyakorlatilag... ezt csináljuk mi is. Ott mitől lenne egy nálunk intelligensebb lény, vagy eszköz, vagy algoritmus, mitől gondolkodna másképp, mint ahogy az emberi civilizáció gondolkodik. Hogy a mi fejlődésünk mindenek felett áll. Tehát egy hangját simán eltaposol, mert nem izgat téged, hogy most mi lesz az ő civilizációjában. Mi van, hogyha kapunk egy olyan algoritmust, amihez képest a hangyák mi vagyunk? Miért foglalkozna azzal, hogy mi jól vagyunk-e, hogy boldogok vagyunk-e, vagy élni akarunk-e, vagy sem? Na ez a veszély, amit igen, látunk. Csak azért az embernek vannak, úgymond, tehát mindig van egyfajta haszonélvezője annak, hogy valakit eltaposunk, nem? Persze nyilván ez a gépeknél sem elképzelhetetlen, de van haszonélvezője. A nyersanyag, a profit, a forrás, tehát hogy valamiért valakit eltaposunk, céljaink vannak azzal. Na most kérdés, hogy ezt a gép ugye megtalálja, mert az ember az valóban olyan, mint egy vírus, megyünk, szaporodunk, fölégjük, tönkretesszük, megyünk tovább, semmi más nem csináljuk, mint gyarmatosítjuk az egész világot, elhasználjuk, megyünk tovább. Egy gyorsan, rosszul szaporodó vírus az emberiség szerintem. Sajnos. Tisztelete kivételnek. De hogy azért mégis cél és értelem és önző szándék van mögötte. Kérdés, hogy a gép az mit akar tesz-e mögé mondjuk önző szándékot, önös érdeket, reményt a profitra, amit az ember mögé tesz és ezért hódít, nem? Az EMI szakértői szerint lesz egy pont, ahol nem tudod, nem tudod azt mondani, hogy az embernek a céljai azok eredendőbbek, mint az EMI-nek a saját céljai, mert hogy annyira intelligens lesz, hogy szinte lényként kezelendő. Akkor érti meg valaki ezt, hogyha beszél egy chat robottal. Ezek beszélgető robotok, arra vannak kiképezve, hogy majdnem EMI-vel a háttérben tud velük beszélgetni, és az a feladat, hogy pár perc alatt el kell dönteni, hogy ember vagy robot. Volt egy ilyen kísérlet, ugye, valamikor, júniusban talán most, hogy összehívtak egy csomó újságírót, és leültettek 30 embert, és el kellett dönteni, hogy ki van a másik oldalon. Robot van a másik oldalon, és mesterséges intelligencia, vagy egy sima ember. És ugye a kísérlet lényeg annyi volt, hogy felruháztak személyiséggel egy robotot, és az újságírók nagy százaléka egyébként azt hitte, hogy egy másik emberrel beszélget, és kiderült, hogy nem, talán egy ukrán fiatal fiúnak a személyiségével felruházott robottal beszélgettek, és az újságírók már nem tudták eldönteni. Algoritmus, igen, tehát egy chat robot tulajdonképpen. Egy mesterséges intelligenciával rendelkező robotta beszélget, és azt hitték, hogy humán ember van a másik oldalon. Ez a tudás, és a újságírók harmada elrontotta azt, hogy így azt mondta rá, hogy ő ember volt, és én sorba álltam online, fél évet vártam rá, hogy beszélgetessek vele, és beszéltem vele. Beszéltél vele? Kellett egy 4 perc, mire azt mondta. Tudtam, hogy csak hát meg. Ezért kellenek az igazi szakértők. Megkérdezett tőle, hogy te már gondolkodtál azon, hogy a legjobb barátomnak a feleségével kufircoljál? Nem, hazudik. Hogy indul egy ilyen beszélgetés? Leültök egymásra szembe, csak nézzük, mert tényleg azért sok ember számára elérhetetlen. Kapsz egy belépési kódot valahova, és elkezdesz csetelni a másik oldalon, ugye mint utólag kiderült egy mesterséges intelligencia. Miről kezdtek el ilyenkor beszélgetni? Nem vagyok EMI szakértő, de volt egy gondolat mellettem, hogy szerintem hogy kell eljutni addig, hogy bebizonyítsam magamnak, persze nem neki kell magamnak kell bebizonyítani, hogy ő nem ember, nem robot. És hogy csináltad? Vagy chatrobot. Egyszerű emberi beszélgetést akartam, nem akartam azzal kezdeni, hogy egyből matematikával megyünk bele, mert azt megoldja, meg kiszámolja. Ha megkérdeztem, hogy a Titanic mikor süllyedt el, megmondta az évszámot. Tehát ami információhoz hozzáférhető. Hát azt tudja, hát az, az neki nem kívás. Próbáltam cifrázni, hogy hát ha bele tudom vinni egy ilyen csapdába, és megkérdeztem tőle, hogy na akkor, hogyha Amy-nek van mondjuk 5 almája, és Johnnak 4-szer annyi almája van, akkor összesen nekik hány almájuk van. És azt kérdeztem, hogy most komolyan almákról akarsz beszélgetni? Aha. Tehát, hogy azt mondanád, hogy kiszámolja is. Miért nem emberi érzelmekről? Én például én ezen indulni kell. Tehát én azt mondom, hogy kérje, írja le, hogy számára mit jelent az érzelem, mi a féltékenység, mi a szeretet, mit tenne abban a helyzetben, ha mondjuk az történne, hogy például a legjobb barátját, vagy a, nem tudom, a legjobb barátjának a barátnőjét látja valahol csókolózni, szól-e a barátjának. Tehát egy olyan emberi interakcióba hozod, amit csak ugye emberi gondolkodással lehet megoldani. Erre nem gondoltál? Hogy ilyet kérdezél tőle? A Google-nél volt most egy tanulmány, publikáltak erről, saját EMI-t fejlesztenek természetesen. Igen. És beszélgettek a robottal, az algoritmussal az etikáról, hogy mi az etika, hogy mi az etikus, és annyira ki akarták hozni belőle, hogy emberi érzelmeket mondjon, hogy elkezdett káromkodni a robot, az algoritmus, hogy neki elege van ebből, és hagyják már békén ezzel a témával. Lehet ilyet, hogy én egy mesterséges intelligenciában egyébként érzelmeket táplálok? Mert ugye a robotokat és az embereket azért leginkább azt különbözteti meg, hogy soha nem fog tudni egy robot úgy érezni szerintem, ahogy mi érzünk. Tehát, hogy megtaníts úgy egy robotot beszélni az érzelmekről, hogy én ne vegyem észre, hogy robot, mert azt gondolom, hogy olyan érzelmeket táplál felém, vagy irányít, vagy közvetít, amivel engem megtéveszt. Én ezen az úton indulnék. Empátiát közvetítsen. Például empátiát, akkor vagy érzelmet, vagy tisztában legyen szavak jelentőségével, a nőci, fogalmak jelentőségével. Az, ami mindenki tisztában lesz. Tehát minden ilyen tisztában lesz. A kérdés az, hogy mikor hiszed el azt, hogy ez igazi érzelem, pedig hát, hogy csak meg van írva a kódjában, hogy ezt mondja. A Nő című filmben azt gondoltad, hogy igazi szerelem van a
az Emmy és a főszereplő Joaquin Phoenix között? Mondjuk el, hogy miről szól. Ugye a jövőben játszódik Spike Jonze-nak a filmje, ha valaki nem látta, tényleg nézze meg, a nő. Ugye Joaquin, nem tudom, százféleképpen Joaquin Phoenix játssza a főszerepet. Arról szól, hogy bemész a boltba, és megveszel magadnak, segíts arra, rosszul mondom, ezt 2 évvel ezelőtt láttam, egy olyan mesterséges intelligenciát, aki a füledben van, és az egész életedet tulajdonképpen bonyolítja. Egy gyönyörű női hang, a Scarlett Johansson a nőnek a hangja, soha nem jelenik meg a nő, ő egy operációs rendszer tulajdonképpen. Intézi a leveleidet, válaszol, dátumokat közvetít, de közben elkezd belefolyni az életedbe, és elkezd a főszereplő érezni az operációs rendszer iránt. És a vége az a történetnek, hogy beleszeret az operációs rendszerébe. Mert hogy randizni mennek, és az operációs rendszer elhiteti vele, hogy ő is érez a tulajdonosa iránt. Ugye? Tulajdonképpen röviden erről szól. Hát aztán, és a fülében van egy füles. Milyen kegyetlen vagy? Miért? Én azt mondom, hogy az a célja a filmnek, hogy azt mutassa be nekünk, mint nézőnek, én most hogy a történetet elhisszük-e, hogy az valós szerelem, pedig egy oprendszer meg egy ember között van, a hang alapján, ahogy beszélgetnek, amiről beszélgetnek, nem az, hogy megvan írva a kódjában, hogy hitesse bele, hogy ezt meg ezt érezze. Érdekes, ennyire máshogy állunk ugyanaz a filmhoz. Máshogy, hát én most próbáljam mondani a történetet. Maga az ábrázolás az zseniális, ahogy a Pali aztán ezt önálló személyisége ruháza fel, elviszi az oprendszerét randizni, eltöltenek együtt már-már majdnem egy közös éjszakát, és belezúg a saját oprendszerébe, akinek csak a hangját hallod, és zseniálisan szép a hangja. Hát nagyjából erről szól, aztán utána... A hangban nem nehéz belezúgni, mert... Jó, hát igen, nem is szinkronizálták nagyon. És van egy pont, ahol most már elmondjuk akkor a lényegét a filmnek, hogy ne hallgassa, aki meg akarja nézni, hogy megmondja neki az oprendszer, hogy most amúgy 5000 másik emberrel is ugyanígy beszélget. Tehát nem csak te vagy neki, hanem... Aha, és összeomlik a főszereplő? Nem, hanem a szingularitás történik meg, tehát tényleg az Emmy az annyira túlfejleszti magát az egekig, hogy nem is értjük már, mit csinál, és aztán eltűnik. Nagyon így érdekes. A digitális világban eltűnik a szemünkkel. De ez a sztori, ez nap, mint nap megtörténik. Itt van például a mi Lacink, a szerkesztőnk, és az ő iPhone-ja. Ugyanez a szerelem. És még hány embernek ugyanez a szerelem. Na most az, hogy mi valamilyenek vagyunk, ahhoz kell a mi múltunk, ugye? Tehát, hogy milyen érzelmi reakciókat adunk bizonyos dolgokra, ahhoz kell ennek a tanult dolgok, a tapasztalatok, az az érzelmi muníció. Azt egy robot hogy fogja tudni, vagy azt egy robotba hogy táplálják bele azokat az összefüggéseket, amiket mi az érzelemről, a társas interakcióról, magunkról, a lelkünkről mondjuk megtanultunk a hozott évek alapján. Most azt gondoljuk, hogy azt lehet csinálni legfeljebb, hogy ezt mímeljük, hogy megpróbáljuk majdnem ugyanazt visszaadni, hogy az ember azt érezze a tükörben, amikor ezzel beszélget, mint hogyha valós emberre beszélgetne. Az IBM-nek van egy szuper számítógépe, amit használnak amerikai klinikákon. Azt csinálja, bejön a beteg, és ő a beteg leleteit ismerve, az összes 23 millió tanulmányt átnézve, amire orvos nem képes a világon egyértelműen, tankönyveket átolvasva, ez egy pár másodperc. Megmondja, hogy szerinte ennek a betegnek az esetében emiatt és emiatt tanulmány miatt ezt kellene csinálni, és javasol. Az orvos döntő csak javasol, de ennek a fejlesztése, az IBM Watsonnak a fejlesztése úgy zajlik, hogy beszélgetni kell vele, mert hogy nyelvet ért, angol nyelvet ért. És ahogy beszélgettek vele, volt egy sztori, hogy kutató adta ki neki feladatokat, hogy ezt meg kell oldani, hogy tanuljon, fejlődjön. És megoldotta, megkérdezték, hogy mi a megoldás, ő megmondta, azt mondták, hogy ez nem jó megoldás, elküldte őket a fenébe a Watson, mondván, hogy ne vicceljetek már, ez így volt, ahogy én mondtam. Nem mondod, komolyan. És ki kellett venni belőle memória részeket, hogy ezt ne káromkodjon már, meg adják egy cégnek, hogy ne káromkodjon előtte. Elképte. Azért van ez. Legokosabb számítógépet. Igen, menjetek már fenébe, hát csak jobban tudom, azért, amikor hogy odaszól neked a mesterséges intelligencia. Azért volt ez, mert hogy a szlenget úgy vette fel, úgy értette meg, mint ez fontos rész az emberi kommunikáció. Tehát ha ugyanazt szlengel mondja, akkor jobban megértik, hogy ez így nem jó és nem úgy van, mint azt mondja, hogy ez így nem így van. És amúgy igaza volt, mert jobban megértették. Csak hát a szlenget ne használj már fel egy ilyen üzleti kommunikációban. És ezt önmagától tanulta már meg a szlenget? Nem, este egy takarító, egy hárlemi takarító. Fazer, tesson, mi van, mi a pályát, csicsa. De a világ fejlődésének lényege nem pont az, hogy nem tudjuk megóvni saját magunkat, ahogy az elmúlt 1000 évben soha nem tudtuk megóvni saját magunkat önmagunktól. Tehát, hogy tudnánk megóvni most, ha nem tudtuk megóvni a második világháború végén, ha nem tudtuk megoldani, hogy ne dobjunk 2 atombombát tulajdonképpen a saját fejünkre, mert hogy a saját fejünkre dobtuk, annak ellenére, hogy az ellenségre dobtuk. Az elmúlt 50 évet nézed, most már tulajdonképpen a kettő ugye nem nagyon különbözik. Pont ez a lényeg, hogy nincs visszaút, ez a fejlődés, ez effektíve megállíthatatlan. Lassítani lehet, befolyásolni lehet, de megállítani vagy visszafordítani szerintem reménytelen, nem? Ez egy célmalomharc, amit vívnak, pedig nagy koponyák nyilván. Te hogy látod ezt? Én azt látom, hogy
igazad van, tehát hogy nem, emit lehet visszafogni. Így van. Pont így, csak nincs értelme. Ha sokkal jobban megszervezi a gazdaságunkat, az egészségügyünket, az életünket, az szerintem szuper előny, de hogyha elveszítjük ezzel azt, amik vagyunk, az emberségünket, az emberi kapcsolatokat, empátiát, akkor az egészen semmi értelme nincsen. Tehát én azt evangelizálom, hogy a technológiai fejlődés megállítani úgysem lehet, hanem nekünk kell ehhez valahogy adjusztálódnunk hozzá, kötődünk ez a fejlődés irányhoz, azzal, hogy felveszük a kesztyűt. Hát ha ragaszkodunk ehhez, hogy ez az igazi fejlődés, tehát hogy a tudományos fejlődésben van az emberiség jövője, és nem pedig valami egészen másban. Balázs szokta mondani egyébként pont a spirituális fejlődést. És hogyha mondjuk az emberi történelmet nézzük, akkor, és azt nézzük, hogy mikor volt utoljára élhető ez a bolygó, akkor az a tudományos kutatásokat kapcsolódik meg a technikai forradalomhoz, hanem a sokkal korábbi évszázadokhoz, amikor még sehol nem voltak ezek a kütyük. Mert akkor még fenntartható volt a bolygó. Az emberek. Tehát, hogy én értem ezt a modern tudomány elleni... Talán nem véletlenül haltak meg azok az emberek. Aki nekem azt mondta valahogy is, hogy a modern orvoslás az nem tudott semmit felnyújtani, annak azt mondom, hogy éltünk 30 évig, 100 év vagy 200 éve, most élünk 70-80 évig átlagosan. És most nézd meg, hogy hol telt ez a bolygó, meg hogy hány ember lakik rajta. Ez nem a modern tudománynak a hibája vagy feladata, hanem annak, hogy nem tudtunk ez alkalmazkodni. Tehát van egy fejlődési irány, ami a világot meg tudná reformálni alapjaiban, hogy jobb életet élhessünk, és nem vagyunk erre készen. És nem úgy élünk, ahogy lehetne élni, nem is értjük ezt a fejlődési irányt, és egyszerűen nem tudunk a mi fejlődésünket, nem tudjuk ehhez igazítani. Tehát szerintem egy feladatunk van, ha nem tudjuk magunkat, nem tudjuk a kesztyűt felvenni egy egyéni emberként a saját világunkban, munkánkban, életünkben, akkor az algoritmus, a robot egy csettintésre fog leváltani minket. És le tud váltani minket egy algoritmus, mert jobb és egyszerűbb, vagy gyorsabb munkát végez, mint mi, akkor váltson is le. Én ezt a teret adom az emberiségre, hogy tessék felvenni a kesztyűt, fejleszteni magunkat szellemileg, spirituálisan, fizikailag, egészségileg, ahogyan csak lehet, hogy mire arra kerül a sor, hogy az algoritmus vagy robot jobb-e, mint én, na azért döntsük el, lássuk meg. Én felveszem a kesztyűt. Hát, hogyha jobb nálam, akkor hajrá. Hát igen. De azért ez nehéz úgy lesz. Jó, én primitív gondolkodásom, de ember vagyok. Én azt mondom, hogy Isten mentse meg ezt a bolygót 7 milliárd egészséges embertől. Hát, ezt nem értem ezt a... Mert hogy az a baj, hogy onnantól kezdve ez a 7 milliárd egészséges ember majd gyakorlatilag majd további egészséges gyerekeket fog szülni, miközben túlnépesedik olyan szinten a bolygó, hogy már gyakorlatilag nem fogja tudni eltartani ezeket az embereket. A technikai civilizáció meg egy jó ideig még nem lesz képes arra, hogy mondjuk milliónyi fényévi távolságokat hidaljon át és keresen egy új bolygót. Ez a bolygó ez képtelen lesz arra, hogy ezt az mennyiségű embert eltartsa. Ezért és ide vezet. Ezért mondja Elon Musk azt, hogy a Mars a következő célpont. Tehát az, amit ha megnézitek, hogy ők a Tesla-nál milyen rakétát csinálnak, hogyha valaki érdekel az űrkutatás, az valami álom, amit ők majdnem már megvalósítottak, hogy egy rakéta visszaszáll egy leszálló egységhez, tehát mint egy science fiction filmben is újra lehet használni, nem költeni rá újra a millió és milliárd dollárokat. Tehát lesz egy pont, ahol tényleg a Marsra tudunk elvinni legalább a kolóniákat, és felfedezni azt, mert hogy ez az alap sajátság az emberiségnek, hogy mi nem megmaradunk egy helyben, és akkor ott nem túlnépesedünk, hanem csak tartjuk a kis falunkat, hanem megyünk tovább, felfedezünk, fejlesztünk, és a technológia, most pontot járunk abban a ilyen átváltási pont előtt járunk, hogy a technológia most átverti a kormányt a kezünkből, de hát ne hagyjuk. De ez nem az a megoldás, hogy a technológiát lezárjuk, hogy akkor ne vegye át, hanem hagyj fejlődjön, csak megtartjuk a kormány magunknál, és ez nekünk is fejlődni kell hozzá. Evolúciósan nem tudunk olyan gyorsan fejlődni ennyi dolgot, mint ahogy ők tudnak, mert ugye teljesen más a biológia meg a technológia, de tudunk igazodni úgy hozzá, hogy azért, ha mondom, le akar minket cserélni egy algoritmus, azért küzdjön meg velünk, hogy ez dologban biztos lehetsz, Jani, ott lesz annál a konnektornál, ami a mesterséges intelligenciát. Hogy mindig legyen egy hálózati csatlakozó. Nézzük a kütyüket, amiket hoztál, mert ugye hát, amikor te jössz, mindig hozol valamit, és tudom, hogy most is készültél néhány kütyüvel, ezek már vannak, használhatóak, nálunk kicsit szerencsésebb történelmi fejlődési országokban, vagy a következő 5-10 évben találkozhatunk majd velük. Nevezzük eszköznek, és nem kütyűnek őket. Eszköz. Van, amelyik konkrétan klinikai eszköz, és nem csak egy ilyen eszköz, amit megrendelhetsz online. Ezeket bárki hozzáfér, amiket hoztam ma, tehát hogy Amazonon, weboldalakon megrendelés, ilyen 10-20 ezer forintos összegért elhozzák hozzá, akár Hongkongból is. Emlékeztek a Star Trek sorozatra, abban volt egy eszköz, az orvosi tricorder, szörnyű magyarul kimondani, de így hívták. Az orvos leszkennelte a beteget egy ilyen eszközzel, így lepásztázta a beteget, és kiírta, hogy milyen paraméterei vannak, vérnyomás, pulzus, nagyjából mi a diagnózis, akkor megmondta, hogy mi a vége. Na, ilyeneket fejlesztenek most főleg két helyen, a USA-ban, hát a Silicon Valley-ben és Kínában is. És van egy kezemben egy eszköz, egy kínai eszköz, ami elég ilyen, nem tudom, tenyérnyi méretű, vagy talán kisebb annál.
és ez tud mérni EKG-t, pulzust, légzésszámot, a vérnek az oxigéntartalmát. Úgyhogy ráirányítod az... Mindjárt ki is próbáljuk. Hát rám beirányítod. Testsőt, alvás, napi aktivitás. Akkor próbáljuk ki, Mr. Spock. És ez azonnal megmondja, tehát leszkennel téged tehát tulajdonképpen. Két fémrész van rajta, amit látod. Egy pici, mint egy kis GPS az egész. Ide a tenyérez a másikat. És ide kell beratni az ujjadat, hogy mérje az oxigéntartalmát a vérnek. Aha. Jó, próbáld ki, lesz. Tehát akkor körülbelül egy picit, egy nagyon próbált GPS, majd én megmérem magam. És nyitott tenyérrel kell hozzátartanunk. Félek, hogy oda csípje az ujjam. Ezt ide. Így van. Ide mutat ujjadat. Feri rátette a kezére. És most mindjárt. És kiírja az adatokat azonnal? Átprogramozunk. Így van, most kezdik írni. Megy körbe egy kis karika, hogy dolgozik a műszer. Azt hiszem, hogy megy pálinka, már kiírta. Azt nem, sajnos, azt nem. Elkezdett pirosan villogni. Szerintem nem vagyok jól, ahogy vér látom. Van az alkoholban, vér van az alkoholban. A vérhidat méri, a pulzusodat méri, az oxigéntartalmát a vérnek, a légzésszámot. És a legérdekesebb benne, ami szerintem egy nagyon szörnyű tulajdonság az eszköznek, hogy ad egy elemzést, egy smiley-t. Ami vagy szomorú, vagy, vagy boldog. Analizáció. Tehát ez egy klinikai jelentés, teljesen nonsens, hogy ezt itt találták ki. Mit kaptál, szomorú? Smiley vagyok, szuper. De többször is smiley. Tehát nem ez a célja, tehát ez sok olyan példa van, amikor a technológia már tud elhozni hozzánk egészségügyi paramétereket, de hát egy smiley-val elemzik azt, hogy ez jó vagy nem jó. Ráadásul én használtam alváshoz, mert egyszer ki kell próbáljam, feleségem halálra rögte magát. Aludni mentem, ez egy ilyen kis zsákban van a kezemen, tehát elég nagy eszköz ahhoz, hogy kényelmes legyen, zsákban van, hozzá van csatolva egy pulzoximéter az ujjam végére, tehát egy kiborg karom lett lényegében, és reggel felkeltem, és kiírta, hogy ez egy szörnyű alvás volt. Igen, miattad, az eszköz miatt, nem pedig azért, mert nekem hosszú, hogy jól működik az eszköz, akkor kiírta, nagyon szörnyű alvás volt. Most már nagyon sok paramétert egyszerre mérni, csak miért kell ezt ilyen smiley-kkal elemezni, miért kell alvásnál az alvást el lehetetleníteni. Tehát azt, én azt várom, hogy olyan eszköz tengerjön most ránk, amik ennél szebbek, vékonyabbak, pontosabban. Hát kínai, hát azért nagy csodát de ne várjunk. De már azért hozzáférünk most egy pulzust, meg egy EKG-t meghatározni, egy ecstónását, az teljesen jó az eszköz, ezt klinikailag validálták. Viszont izgalmas látvány lehetsz, amikor este bejössz a hálószobába. Köszönöm. De most ha belegondolsz... Az arcodon és a kínai eszköz a kezeden. De most ha belegondolsz, hogy egyébként bemész a kórházba, és erre a vizsgálatra, amit most megcsinálunk egy perc alatt, egyébként egy fél órát vársz minimum, mert míg a nővérke betolja a kiskocsira... Ha fél órát vársz azért, igen. Vérnyomásmérőt, érted? Ez egy perc. Persze, alatt, nyilván. Most kap agyvérzés minden orvos kollega, így van, tehát én is azt evangelizálom, hogy milyen jó lenne az, hogyha legalább egyszer dolgokhoz hozzáférnénk bárhol. Tehát nem kell ahhoz egy klinikára elmennem, fizetnem, várnom rengeteget, utaznom, hogy egy szimpla EKG-t megcsinálják. Na most az elmúlt 2-3 évnek a technológiai fejlődése ezt nagyjából már elhozta hozzánk. Van egy eszköz, ezt a múltkor hoztam hozzátok, ami már klinikailag validált, tehát az amerikai FDA ügynökség, ami a legfelsőbb ilyen minőség ellenőrző, azt mondta rá, hogy ez nem kütyű, ez klinikai eszköz. Tehát lehet használni. Nem csak engem javítanak. Ez ilyen 20-30 ezer forintos nagyságrendű, és kapsz egy tolás évek. No. Mit hoztál még? Mi van még nálad? Van egy eszköz, ami most rajtam volt pár napon keresztül, mellkas tapasztról van szó, ez pulzust mér, légzésszámot, tartást, napi aktivitást, tehát megtett távolságot, légzésszámot. És szörtelenét, amikor leveszed. EKG, stb. Tehát ilyen eszközök most is vannak, nem amit föltesznek rá, 24 óráig rajtad van, beviszed a dokihoz, és akkor ezeket az adatokat kielemzik. Volt már ilyen rajtad? Nem. Szegény anyám. Rajtam volt. Anyámon volt ilyen. Van egy kis tatyó így az oldaladon, mint egy ilyen kezdetleges kőkorszaki Walkman, és a testet tele van mindenféle kis tappancsokkal, borzalmasan kényelmetlen, 24 órás EKG, egyszer kipróbáltam, hát nem az igazi. Most nem az igazi. Ahelyett ezt a tapaszt, ami egy ilyen négyszer... Egy csepp tapaszt méretű tulajdonképpen, így van. Ugyanazt úgy, egy USB hely van benne a nagy akkumulátor helyett, ott lett az adatokat letölteni, feltölteni, és megkaptam elemzésben azt, hogy milyen az alvásom feltöltődése, mikor vagyok stresszes, a mozgásom mennyi, tehát rájöttem, hogy amit eddig is tudtam, csak most még jobban tudom, hogy ha én minden nap mozgok, legalább fél órát, akkor az alvásom zseniális lesz. Tehát nekem arra kell rámennem 14 éves koromtól, hogy minden nap edzek, mert akkor másnap tudok dolgozni, mert szuper alvásom lesz. Tehát annyira alapvető dolgot tanulsz meg magadról, ami lehet másnál genetikailag máshogy működik, de egy egyszerű méréssel ilyen megint ilyen 10 fontos nagyságrendű összegből magadról tanulsz meg rengeteg új információt. Nekem fontos, hogy jól aludjak, azt a múltkor elmondtam, hogy alvásomat mérem, nagyjából a minőségét ismerem, tudom azt, hogy miktől lesz rossz alvásom. Tehát van egy ilyen 20-as listám, amit az évek során így egy ilyen tapasztalati listát magamnak előállítottam. Csak hogy nagyon fontos nekem, hogy tényleg úgy keljek fel, ami szinte egy EMI határozza meg helyettem, hogy mikor ébredjek fel. És okos órám van, ez a legolcsóbb, legegyszerűbb okos óra a világon, Pebble-nek hívják, egy amerikai ilyen közösségileg finanszírozott okos óra van szó, és össze van kötve a telefonommal, Android telefonnal, egy alkalmazással, ami ingyenes,
és méri azt, hogy milyen alvás minőségem van, hány mély alvásom van, mennyi időn keresztül horkoltam. És ébreszt, amikor jó neked? És megadom neki, mondjuk 6-kor kelnék fel, és kapsz plusz-minusz 10 percet, hogy döntsd el, mikor a legjobb. Aha. És azt nézi, hogy mikor mozgok már annyira, hogy biztos, hogy nem vagyok mély alvásban. Tehát ha lehet, hogy 5 percet később kelt fel, de akkor sokkal könnyebben kelek fel, és nekünk, gyorsabban pörgök fel. Ezt meg kéne nézni, hogy nekünk a 4:40 az például jó. Ezt szívesen átteszem a műsorkezdést hétre, ha kírja. Szerintem akkor próbáljuk, hogy 6:30-kor jobb ébrednem. Tehát én ezt azért meg tudnám tenni a közösség érdekében, hogyha héttől frissebbek vagyunk, de az 6:30-ig kell aludni. Szerintem a vezérigazgatónk együttműködő lesz ebben a projektben. Ha jó műsort akar, akkor ide azt a kütyüt tegyük föl magunkra egy hétre, hogy utána megnézzük. Az ember mérni magát az alvását. Van egy pont, ahol az algoritmus felajánlja azt, hogy tud szólni telefonon keresztül, hogy na, ha most feküdnél le mondjuk 20 percen belül, akkor ekkor is akkor 4:40-kor tökéletesen fogsz felébredni. Mert megismeri a szokásaidat, hogy eddig hogy aludtál, mennyit mozogtál közben, mennyit horkoltál közben. Tud horkolás közben óvatosan rád vibrálni az okosóra, hogy most lehet, hogy horkolsz valószínűleg, lehet, hogy alvási apnoé felé tendálsz, ami egy ilyen légzési gond alvás közben, és abból így óvatosan nem felébresz, csak úgy arrébb mozgat, hogy igenis mozdulj el, és mondjuk fordulj a másik oldalra. Tehát tudom, hogy lehet, hogy ez is ilyen emitting hangzik. Humánusabb, mint amikor a feleségem hátba ver. Tehát sokkal jobb. Neked biókos órád van. És elindul, nem én voltam, a kicsi volt. Nem, te voltál, nem én volt, de te voltál, nem én voltam. Mi negyed órát ezzel el vagyunk. Tehát azért egy humánusabb megoldás. Amikor... Egy nagyon fontos dolog van, hogy nem szabad, hogy ezek átvegyék az uralmat az életünkben. Kicsit több feletted átvették azért, úgy érzem. Tehát, hogy azért olyan szenvedéllyel beszélsz, hogy már nem tudlak elképzelni. Csak is simán... Nekem maga a tech, tehát az, amikor először tudom, hogy szörnyen fog hangzani, amikor először használtam, vagy 3 éve okos órát ébresztéshez, akkor magamtól hamarabb felkeltem, hogy megvárjam, hogy fog felébreszteni. Tehát én geek vagyok, nekem ez a maga a szerelem, a technológia. Igen, ez a felkelek, hogy felkelhessek. De az egészség az, hogy amikor bajom van, akkor nekem az eszköz megoldja azt, hogy jó alvásom legyen, hogy napi aktivitásom legyen, nem mennék ki mozogni, ha nem mérném magam a púzusomat, a púzus görbéimet. Tehát amit csak tudok, motiválom magam arra, hogy egészségesebben éljek. Nekem ez eszköz kell. A feleségemnek az kell, hogy kimenjek vele futni, neki a szociális motiváció kell. Mindegy, hogy mi, csak megtaláljuk a saját motivációnkat. És aztán még egy stresszmérőt. Ez két új közé kell fogni, ez egy ilyen aranyfóliákkal van. Működik, ki lehet próbálni? Persze. Na, én arra most rámérnék. Hozzá lehet, hogy pár másodperc kell, mire... És ő mit mond, vagy mit mutat meg? Ez a bőrnek az elektromos áteresztő képességét néz, egy galvanikus áteresztő képesség. A cég azt hozta ki, van egyértelmű kapcsolat a stressz szint és ennek a eszköznek a mérés eredménye között. Tehát alkalmazás kapcsolódik hozzá. De egy ilyen... stresszes vagyok, de hát az ember tudja, hogy stresszes. Tehát a sok a stresszelő ember tudja, hogy az a cél, hogy megtanult magadban ezt lejjebb vinni saját módszerekkel. Én minden vizsgálat előtt izgulok. Tehát kimutatja majd a műszer, hogy izgulok a vizsgálat miatt. Ami kimutatja, hogy izgulok. De hogy tanít meg egy műszer lejjebb vinni a stresszintet? Téli tájat látsz, tehát egy téli tájat látok az alkalmazásban, elkezdem használni az eszközt, és kiírja élőben. Ez elég fontos látni élőben azonnal azt, hogy milyen paramétereid vannak, az elég jobb is a visszacsatolás. Kiírja azt, hogy ez sárga, zöld vagy piros. Zöld akkor nagyon szuperül vagy, sárga az ilyen semmilyen, a piros akkor egyértelműen stresszes vagy. És azt látod élőben, minél tovább vagy nem stresszes, annál gyorsabban vált át ilyen meditációs zene mellett a télből tavasszá az alkalmazás. Ez is ilyen 10-15 forintos összegbe kerül. Én azt csinálom, hogy hetente egyszer leülök mondjuk 5 percre, és ezt végigcsinálom egyszer legalább, hogy ennyi legalább meditáljak, ha már máskor nincs rá időm, vagy nem szánok rá időt. És az a feladat az, hogy magamnak tanítsam meg azt, hogy látom élőben a stressz szintemet. Ha például én rájöttem, hogy ha arra gondolok, hogy menjen lejjebb, akkor feljebb megy. Tehát ez csak úgy lehet, hogy valóban el kell engedni például a munkát, valóban el kell engedni a stressz okozó tényezőket, és arra kell koncentrálni, hogy a téli tájból tavaszt csináljak ebben az 5 percben. Nekem annyi a érdekesség az eszköz használatában, hogy először nekem ilyen 10 percbe telt ezt átforgatni, tehát valószínűleg annyival stresszesebb voltam, mint kellett volna. Odaadtam a feleségemnek, neki volt egy ilyen 4 perc. Mondtam, hogy ez valami technikai baj, még egyszer csinálj meg. Ugye 3 perc volt, úgyhogy most egy ideig azt stresszelt, hogy a feleségem mennyire nem stresszesebb hozzám képest. De most a tanítom magam, hogy életetek se egyszerű azért ezt így hallva. Szóval azért mi azt hittem, hogy a mi életünk nehéz, amikor este 11-kor verekszünk az ágyba, hogy kihorkol, de azért nálatok is van baj. Szóval miért meg te? Most már kezdek ideges tenni, te miért meg? Nem, most már nem mérem meg, mert felidegesítettél. Sokszor nevet rajtam, de be kell valljam, hogy van egy pont, ahol már ő kéri, hogy mi lenne amúgy érdekelni, hogy mondjuk futás ha megint elővennéd azt a vibrálós dolgot. Mert annyira jó rezgett az az óra, igen. Megjegyzem, hogy jönnek ilyen eszközök ki, tehát a szexuális egészségre is, azért, hogy azt az egészségi állapotot javítsák. Tehát konkrétan viselhető eszközök. Nem menjünk bele jobban, de hogy például magyar fejlesztés van ilyen, ami jövőre fog jönni a piacra. Ez is van fönn az Amazonon már? Az Amazonon inkább a, tehát a szívvel kapcsolatos dolgok, sport,
eszközök, fitness és házi állateszközök. Egy ilyen óra mennyibe kerül? Csak, hogy mondjuk a gyerekre fel akarom tenni, hogy mikor ébredjen, mikor feküdjön le, mert például... $100 körül van. $100 körül igen, van, szó, ugye? Hát most ez nem áll túl jól. Vagy 30? Nem, nem, most ilyen 280 körül van a dollár, talán de 28 000 plusz-minusz kicsi. És a gyerekre is felteszem, és megmondja, hogy körülbelül mikor feküdjön le a gyerek például, és mikor keltsen föl, és mert például nagyon sokat van fönt a Benni, föl kell pisilni, szomjas, tehát nem eseménymentesek az éjszakák, finoman szóval, hogy mikor jó aludni, mennyit aludjon, mikor keltsen fel. Nemrég írtam cikket arról, hogy a gyerekeknek az egészségében, most jönnek olyan meg újszülöttek egészségében, eszközök jönnek ki, amikkel azt segítjük a szülőnek, hogy minden infója meg legyen a gyerekről. Tehát, hogy például felrakja a bokájára egy ilyen kis nagyon kényelmes plüss tapaszt, egy ilyen kis plüss bokaszorítót, és ő a telefonján látja, hogy milyen pulzusa van, ha mondjuk éjszaka, van ugye ez a hirtelen halál szindróma a gyerekeknél, azonnal látja, azonnal jelzi. Tehát nem azon múlik egy ilyen katasztrófa eset, hogy vagy szerencsénk volt, vagy nem, hanem élőben látom minden infót, ami a gyerekről szükséges. Tehát nem kell egy ilyen okos orrat venni a gyereknek, ezt mondom ezzel, hanem vannak olyan nagyon kis kényelmes, játékos plüss eszközök, például csuklószorító is, amit felvesz, hord magán, és az amúgy a napi aktivitását méri, éjszaka az alvás minőségét. Ez nem alakít ki egyfajta függőséget olyat, mint amilyen mondjuk az ember és a telefonja között kialakul, nincsen nálad a kütyű, nem érted meg ma, stb. Már elkezdesz izgulni, már elkezdesz azon stresszelni, hogy nincsenek meg a friss adatok? Őszinte leszek, biztos, hogy kialakít. Azért, mert hogy az eszközök még nagyok és rosszak. Nekem kell foglalkozni velük, de nem ilyen lesz, hanem majd lesz rajtam egy ilyen vékony tapaszt, nem is tudom, hogy rajtam van, és amikor valamire foglalkoznom kell, akkor rám szól. Viszont a hosszú távú eredménye az, hogy én az aktivitás, tehát a napi aktivitás követőimet nem hordom már, de hogyha mondjuk reptéren választanom kell a 50-es lépcső meg a mozgó lépcsőket, én a lépcsőt fogom választani, mert amúgy tudom, hogy amikor többet lépek, hiába nem mérem, nem számolom, sokkal jobban dolgozom, jobban alszom, másnap jobban tudok teljesíteni. Tehát egy ponton túl kialakítja a hozzá szokást, ahhoz a jó szokáshoz, de ahhoz kell a motiváció, addig is nekem például ez a technológia hozzá. Na, Bruce Lee is mindig azt mondta, hogy ha teheted, menjél inkább gyalog, és például a BKV vagy a BKK ebben a szellemiségben dolgozik szintén. Szállj fel egy trollira, vagy menjél gyalog. Vegyél bérletet és menjél gyalog. Vegyél bérletet és told meg a trollit. A BKK ezt a szellemiséget vallja. Figyelj, ez nagyjából mikor lesz? Például visszatérünk egy pillanatra a mesterséges intelligenciára. Ugye hajlamosak vagyunk legyinteni, csak mindegy évszámot, hogy körülbelül. Tehát azok, amiket a filmek már most megjelentenek, tényleg a nő, vagy az Ex Machina, vagy nagyon sok film, mikor válik ez realitássá szerinted, vagy hány év múlva lehet ez realitás? Amikről eszközökről beszéltünk, az már van. Uh-huh. Tehát az bárki elérheti. Az értelemszerűen, okay. Igen. Az EMI-szerű algoritmusok már vannak. Autóban, keresőmotorban és így tovább. Csak nem nagyon érezzük azt, hogy velük vagyunk kapcsolatban. Az, amikor már úgy tudsz beszélgetni egy ilyen chatrobottal, chatbottal, hogy hiába tudod, hogy az amúgy nem ember, de nem tudod magad meggyőzni, hogy amúgy nem annak gondolnád, hogyha nem tudnád egyértelműen, az évek alán belül. Tehát a Turing-teszt, ami ennek a nagy, az EMI-nek a küszöb értéke, a Turing-tesztet egy chatbot valószínűleg éveken belül meg fogja tudni lépni. Tehát amikor nem tudjuk megmondani egy ilyen csapat, nem tudjuk megmondani, hogy a szoba mögött lévő ember vagy algoritmus az most melyik a beszélgetés alapján. Hogy igazi EMI-vel foglalkozzunk, vagy dolgozhassunk, az mondjuk azt mondják rá, hogy 5, de inkább 10 év feletti. Tehát mondjuk a 20-as évek közepétől már szinte biztos, hogy lesz egy ilyen. Ray Kurz, a jövőkutató azt mondja mindig, hogy 2030-tól már lesz olyan számítógép, ami egy embernek az agyi kapacitását simán tudja visszaadni, és tehát gondolkodásban. 40-re lesz, amikor a teljes emberiségét visszaadja egy laptop vagy számítógép, és kb. 45-re mondja azt, amikor nem tudjuk, hogy mi lesz. Tehát, hogy olyan emi fejlődés lesz előttünk, amit nem fogunk érteni, az a szingularitásnak a pontja. Legyünk kicsit szkeptikusabbak, mert a fejlődés mindig gátakkal van teli. Itt etikai aggályok is vannak, tehát mondjuk biztos vagyok benne, hogy 20-30 éven belül oprendszerünk lesz otthon, ami a legtöbb gondomat meg fogja oldani. És beszélgetni tudok majd vele, és tanulni tőle, és ő is tőlem. Amiről a Nő című film szól, és amiről már beszéltünk nem ismételve önmagunkat. A sok elmagányosodott ember pedig egyszer csak társat kezd majd látni az oprendszerben. Erről szól ott az találtok a haverjaimmal a kocsmába a fröccs mellett, mikor ez a világ eljön. Ott leszek a barátaimmal. Mi isszuk a fröccsöt, amíg te beszélgetsz az oprendszerben. Csak lehet, hogy az EMI az majd a egészségbiztosításodat fogja feljebb vinni azért, mert tudja az, hogy alkoholizom. Nem baj. Szarok. Rossz életmód az luxus lesz. Azt te meg beszélgess az oprendszerrel. Érdekes világ felé megyünk azért, erről mindenféleképpen kell beszélni. Nagyon szépen köszönjük, hogy itt voltál. Ha van újítás, már pedig állandóan van, akkor újra szeretettel várunk. Köszi, hogy itt voltál. Köszönöm szépen. Meskó Bertalannal beszélgettünk. Hölgyeim és uraim! Öreket becsatolni, hangerőt feltekerni. Ez történt a Morning Show-ban. Na, ha te már hoztad ezt a kis étkezéses, kajálós, Marika néninél vaníliasodó evős, mágirakásos dolgot, akkor ki kell jelentenem, megvan gyerekek, miből fogunk megélni.
ha esetleg nem lesz már rádió, a vállalkozást én intézem, de beveszlek benneteket ügyvezetőnek, hát, nagyon jó alvállalkozónak, végre, beszállítónak, Kültagnak, beltagnak, tulajdonostársnak, bárminek, mert megtaláltam. Aha. Megtaláltam, miből fogunk megélni. Gondolom teljes körű anyagi felelősséggel. Teljes körű anyagi felelősséggel, és leszel az ügyvez, az lesz mindentő, abszolút, én csak csendes társ leszek, úgyhogy senki ne találjon rám soha. Szóval megvan. Megvan, hogy miből fogunk élni, mert hogy Amsterdamban évek óta működik, és most fogom behozni, lefoglalom, levédem, és már szerintem két hét múlva nyitunk is. Működik. Álljuk a kirakatban. Nem, ennél sokkal jobb. Hát ez a piros lámpás negyen, persze. Nem, ennél sokkal jobb. Működik egy edzőterem, ahol kizárólag pucéra lehet súlyt emelni. Ajjaj, nem áll. Nagyon ahol jó. Ahol kizárólag pucéra lehet súlyt emelni, és terjeszkednek nemrég, Madridban is megnyitották már a mesztelen edzőterem. És akkor érted, Amsterdam, Madrid, ért. Úristen. Naked gym. Megnyitjuk a Naked gym-et, így van. Nem tudom, hogy mekkora sikere lenne, de azért gondolkozzunk el azon, hogy én, hogy menne ez. Én nem akarok hogy a Feri mellett állni a taposógép. Nem, szóval, hogy basszus, ott egy felvétel. Mutatom nektek a videót, így van. Jó. Ott van, emberünk már beállt kardiózni. Ha pillantást vettek a másik monitorra, ott is lehet látni. Ez a... És van a naturista. Közelítőgép. A naturista. Nem. Naturista gym. Így van. Annyiról szól a dolog, hogy totálisan mesztelenül mehetsz be. Emberek, nők, férfiak, mesztelenül nudizva gyúrnak. Húzóckodó gép, hátizomgép, evezőgép, kardiógép, mindenhova viszed a kis törölközödet, leteríted, és mesztelenül. Az a gyerekek, baj, ahogy látom, leginkább férfiak. Na itt van ez a tárogatógép, érted? Ez a, hát most akarod látni, hogy te ott mondjuk, hogy hívják ezt, bicepszezel? Igen, vele ilyen, szembe. Vele szembe, és jön valaki egy habcsi, és tárogatja. Nem, Feri, én nem bicepszezek vele szembe, hanem én neki háttal, hogy hívják, a combicepszemet dolgozom, meg fekve. Ő pedig szemből azt nézi, amit nem. Nem, egyből a rossz dolgot fogtátok meg. Egyből a rossz dolgot fogtátok meg. Nem értitek. Mi a jó dolog? Egyrészt, hogy nem olyan edzőtermet csinálnék, ahol csak és kizárólag férfiak vannak. Tehát ez a dolog, ez koedukált lenne. Tehát ne arra gondoljatok egyből, hogy egy fekete Laci testméretű ember ül a tárogatógépen, és combtárogatást végez, miközben te egyébként végezzél a kis bicep gyakorlatodat vele szemben, de nem tudsz máshova nézni, nem erről van szó. Van egy haladó típusú hasizom gyakorlat, ezt szeretném mindenképpen majd a te abszolválásodban megtekinteni, amikor egy ilyen kis csizmát kell felhúzni mind a két lábadra, amiken kampók vannak, amiket beakasztasz fönt egy állványba, és fejjel lefelé kezded el csinálni. Ja, és úgy hasazol. Úgy hasazol. Hát... És nem 6-ot, hanem 12-t mutat a kis mutatód. Hát nem, hát úgy 6-ot mutat, hát esik veled lefelé. Ja, olyan értelemben igen, persze. Az 6 óra. Ha 12-t mutat, miközben te lógsz a falon és hasazol, akkor erős izgalmi állapotba kerülte. Nők is jöhetnének. Ledobod a ruhádat, és mindenki mesztelenül edz. Aha. Felszabadultan. A szabadság, mi már megint? Ahogy bemész a szaunába, és ott is ugye mesztelen vagy, és az jó leső érzést ad, hogy ledobhatod a ruhádat, és nem kell, mint a fürdőgatyába szaunázni, szerintem az emberek nagy többsége ezt utálja, magad köré tekersz egy szauna lepedőt, elmész mesztelenül edzeni. Gyerekek, meg vagyunk. Ez itthon. Ez. Már mesztelenül állnának az utcán sorba, hogy bejutasson. Az biztos is. Az érdekes, mert én úgy tudom, hogy ez a terem is koedukált. Koedukált, így van. Na most csak férfiakat mutattak ebben hát a dologban. Igen. Plusz megvan a kép, ahogy mondjuk letekersz így levezetésként egy fél óra nagyon komolyat egy ilyen bringán, majd leszállsz, és jön a következő. De törölközött, aláteszed a törölközött. Persze, tehát higiéniai szempontok alapján azért ezeknek meg kell felelni, viszed a kis zöld színű törölköződet, mondjuk lerakod a fekvenyomópadba, megjelsz, belenyomsz az 50-re. Utána átadom neked a helyet, elveszem a törölközőt. Hát kulturáltabb helyeken most is visznek törölközőt, nem? Persze. Tehát viszed körbe a saját törölközőt. Teljesen egyértelmű, meg hát a legjobb helyeken, meg, vagy a jobb helyeken meg adnak is ilyeneket. És, de gondolom, nem csak kondigépek lesznek, hanem ez egy komplex edzőterem. Szexedzőterem. Például zumba órák is. Zumba óra, astanga jóga, hatha jóga, bikram jóga, amikor betekered magad egy fóliába, és a plusz 40 fokos teremben jógázol. Itt minden lenne. De szigorúan arról szól, hogy a recepciós is mesztelen, a személyi edző is mesztelen, tehát nem
nem tűröm el, hogy valaki ruhában legyen. A beérkezőket, kimenőket pedig külön folyosón engedjük az öltözőbe. Az öltözőbe te már csak mesztelenül tudsz majd kilépni. Ez egyik kábeltévé csatornán konkrétan 2 nappal ezelőtt láttam egy ilyen kis edzést. A következőről volt szó benne. Egy nudista közösségben szeretett volna értékesíteni egy házat, egy ingatlan kereskedő kiscsaj, és ezért ő mindent megtett, például azt is, hogy elment a potenciális vevőkkel egy kalanetik szórára. Egy nudista kalanetik szórára, hát ilyen kis nyújtás, lazítás, hogy hívják ok, bent a teremben, laticelek szépen leterítve, és utána pedig jöttek a különböző pozitúrák. Ami minden. Lábemelések, lábnyitások, lábzárások, stb. Végigcsinálta az egész, és folyamatosan lehetett hallani, nem, ezt nem fogunk bírni, nem, úristen, még van 1/4 óra, nem, ezt nem akarom. Nagyon ezt nem. Kellett a pénz. És ott is ugye nők, férfiak vegyesen, természetesen, és egy olyan kis közösség volt, ahol például a kertvárosi részen fényes nappa is úgy sétált mindenki, ahogy a Jóisten megteremtette Ádám, illetve Éva kosztümben. Na most nézzük akkor tényleg visszatérve a konditeremre. Nézzük, mindenki volt már konditeremben. Nézzük azokat az élethelyzeteket, amikor és azért nem jó azzal szembesülni, a pillanatra komolyra fordítjuk, nyilván az ember nem akar ilyet nyitni, de elgondolkozol és kicsit elborzadsz, hogy vannak, akik ezt igénybe veszik, hogy milyen élethelyzetekkel találkozol te konditeremben, amikor is például elmész és valakitől segítséget kérsz, odáll eléd fölé. Tehát tételezzük fel az első szituációt, mindenki mesztelen. Elmész egy konditerembe, mikor nem jó mesztelennek lenni? Kapásból tudok mondani 3 olyan élethelyzetet. Nagy klasszikus, ugye, amikor például mondjuk egy felmenést csinálsz mondjuk a fekpadon, utolsó széria, a legnagyobb súly, néhányat kell csak bele nyomni, de valakinek a segítségére szükséged van, hogy lekíséri a súlyrodat, és odalép hozzád. Ugye? Értem, én erre gondoltam. Rezső az erő. Na várj, körbenézel a terembe, ugye mi történik? Te ott ülsz a fekve nyomás, amik 80-nal szériázol, föltetted 90, 8-akat nyomsz, és érzed, hogy az egy utolsó... Egy csúcsa végén még belefér, nem? Kicsit túlnyomod a 8-at, vagy 10-et nyomsz, vagy az utolsó 3 nem a segítséget kell kérni. Ne szakadjon már rád. Aki nem jár konditeremben, azt tudja, hogy ilyenkor körbenézel a konditeremben, de ugye tételezzük föl mindenki messzen, ott van Gábor, Béla, Józsi, és hát nincsenek nagyon csajok. Megkopogtatod valakinek a hátát, aki veszeled, mondjad kicsi. Igen, megfordul, és tényleg ő és Rezső az erő. Szia, Jani vagyok, téged hogy hívnak? Rezső vagyok az erő. Szeretnék 100-ba belenyomni árat, odállnál nekem segíteni? Persze, hogy az úr is többen állék már oda. Oké, következő történik. Lefekszel a fekve nyomópadra. Alattad van, aki nagyon pedásan elhelyezett zöld töröl között, ugye? Neki készülsz, és megfogod a fekvenyőmó rudat, magadra emeled. Emberünk még egy kicsit távolabb áll a te fejedtől, mert tudod, hogy az első 4-be te még simán belejössz. A rudra koncentrálj, kristáska. Arra koncentrálok, csak érted. A Rezső bácsi. Majd a következő pillanatban, ha Bali ugye messzelen konditermet üzemeltet, és ti ezt erőszeretettel látogatjátok majd, nem megyek oda neked segíteni, hanem kaján mosolyjal az arcomon végignézem, ahogy az utolsó 3-on már nem tudsz belenyomni, ekkor jön Rezső az erő, és föléd áll. Úgy, hogy ha te fekszel és voltál már fekvenyomó padon, tudod, hogyha fölnézel, akkor mit látsz? Ha egyenesen nézel az arcád, látod, aki azt mondja, hogy gyerünk, meg tudod csinálni, és kicsit alányúl a rúdnak és emeli. Ha van benne humorosság, és egy kicsit nézel, akkor közelebb áll a fejedhez. Picit, igen. Te fölnézel, de nem, már beárnyékolják neked ugye az ötletelmi fényeket. Rezső milyen? Figyelj, mert Rezső az erő komolyan veszi. Komolyan veszi, ő, érted, ő póveres, ő nem bolckodni jár az edzőterembe, ő edzeni. Ő nem azért fog odaállni hozzád közel, mert hogy zavarba akar hozni, ő azt akarja, hogy koncentrálja a gyakorlatra. Egy igazi nudista nem törődik a testiséggel, nem lát bele más, nem szól másról. Kis hülye! Te pedig először vagy a Bali fitnessben. A Bali naked fitnessben először vagy. Odaállsz és nagyon nyomod. Rezső pedig ugye mögéd áll. Mit mondasz? Mit mondasz? Nagyon mit mondani már nem tudsz, mert nem jön ki belőled hang, rajtad van a 80, még bele kell nyomnod 3-at. És akkor finoman érzed, hogy Rezső elnéz jobbra, sziasztok, jövök mindjárt, ezzel kicsit belegyez neked. Ugye? Tehát, hogy azért ezt képzeljük el, hogy csinálják a madridiak meg az amszterdamiak? Nem értem. Hát, nem értem, hogy én értem a nudizmus lényegét, de azért ez egy kicsit túlmutat. Érted, mert ahogy Rezső az erő mögéd lép, én abban a pillanatban 3-at beletolok rögtön. A 100-ba pedig egy is lejezem ment még a múlt hét. Hogy minél előbb megszabaduljak ezzel a kellemetlen érzéstől, hogy ott van, ott van kis Rezső. Ugye, mert ha csajok is vannak, akkor nyilván próbálsz csaj segítséget kérni, de nem kell a 80 kilóban emelni, csak kicsit rá segít. Bár ritkán állítod az ember a fekvenyomó padhoz csajt, hogy segítsen, mert szörnyen megalázod. De ott van Rezső az erő. Így van. Ugye? Két azért... hatalmas kettlebellel. A lába, igen. Istenem, igen. Szóval én értem, meg jó dolog, meg a madridiak. Meg és ráadásul nem trimmeli az acsit.
Egyre többet beszélünk erről, egyre jobban elmegy ettől a kedvem. Nem, nem ebből fogunk megélni. Ezt még nem gondoltam át. Egyelőre még Bali Fitness nem nyílik meg. Fordíts rajta, mi nem van, ha jó meg a Bali nő jön be például? Ha jó nő jön be? Ha nagyon jó nő jön be, mesztelenül. Nézd, akkor megkérdezed, hogy kell-e segíteni a googolásnál esetleg. Ugye, mert hát ott rúd van a nyakán, elkezd vele googolni, te egy kicsit odaállsz, próbálsz segíteni. Vannak olyan gyakorlatok, amikor azért így szívesen segítesz mondjuk egy nőnek, nem? De hát azért eleve ez csak Madridban és Amsterdamban is a hírek arról szólnak, hogy inkább férfiak látogatják ezeket a termeket, a nők kevésbé nyitottak arra, hogy mesztelenül gyúrjanak. Nem jó, nem vagyunk meg. Nem, egyre többet beszélünk róla, egyre jobban érzem, hogy ebből nem leszünk. Ebből nem leszünk bent a 100 leggazdagabban. Ugye? Hát illetve a kellemetlen lények kioltják a kellemeseket. Hát, ha nem jár lenő, akkor igen. Akkor milyen élethelyzetek vannak még? Húzockodnásnál is oda lehet állni valaki, csak akkor lábat fogsz, ugye? És hogy jön ele lábok? Ugye valaki, ha nem tud hátra húzózkodni, az ugye visszahajtja a lábát, odaállsz, te pedig alá teszed ugye a kezedet, ha nem tudja egy padra letenni, és egy picit ugye a kezeden támaszkodik, és úgy próbál húzózkodni. Az se túlságosan szerencsés. Nincs jó élethelyzet. Nem. Nincs jó élethelyzet. Nem. Nem működik. Hát meg ugye ott vannak a klasszikus női gépek, a combközelítő, comb távolító izmak, stb. Tehát, hogy ezek nem. Nem. Nem vagyunk meg. Mászó termirészt írja valaki, hogyha esetleg van belőle, és alulról te nézed, mint biztosító. Én láttam már konkrétan egy ilyen erotikus filmet, ami egy mászóteremben játszódott. Hogy? Hát, és a hölgy, aki a főszereplője volt a mozinak, egy szál beülőben használta ugye a terem adta lehetőségeket, és hát ugye a beülőt arra is használtak, hogy volt egy olyan pontja a filmnek, amikor a kötelet, amivel biztosította a falmester a hölgyet, azt kikötötte, és a hölgy egy ilyen, a földtől, mit tudom én, egy méteres magasságba elkezdett lógni, és akkor... És erről szó. Igen, és akkor megtörtént. Na jó, visszavonulunk, átgondoljuk a vállalkozást. Nem leszek beltak, se ügyvezető, semmi. Ezt te viszed. Ez itt a Morning Show a Klassz FM-en. Hát visszagondoltunk, átgondoltuk, gyerekek, nem. Jó, Janinak kicsit csillogott a szeme. Jó, elsőre jónak tűnt, Madrid, Amsterdam után, Bali Gym. Gyertek, gyúrjunk mesztelenül, csajok, pasik, de nem, Rezső az erő. Picit elvette a kedvemet, hogy meg akarok bajba lenni a fekvenyomásnál egy ilyen edzőteremben, tehát nem vagyunk meg. Át kell gondolnunk, nem, egyelőre nem vagyunk meg. Ebből nem leszünk nagyon gazdagok, úgyhogy... Visszavonultunk kicsit, átgondoltuk, átszerveztük a vállalkozásainkat, ebből még nem vagyunk meg, igazán. Jött egy-két SMS, azt mondja, hogy... Mi van, Rezső, becsületes és térdből veled mozog fekve nyomás közben? Ugye, hát ha nagyon kell emelni, akkor kicsit ő lejjebb megy, mert nem tudja, hogy hol kell besegíteni. Igen, Csaba. Úristen, vizuális alkat vagyok, elég, hagyjátok abba, írta valaki. Sok smiley jelen. Nagyon jó, Bali Fitness, könnyes erők, te magam nem tudok vezetni. Igen, hát hangosan gondolkodtunk, de hát nem jöttünk még rá jó megoldásra. Ez egyelőre, ez a Naked Gym, ez egyelőre nem. Elsőre, nem jó ötlet meg. Elsőre jónak tűnt, gondoltuk Madrid, Amsterdam után csapjunk bele, de átgondolva nem. Ha a csajok ezt hanyagolják, csak pasik, az nem elég jó, de az nem elég jó vizuálisan. Viszont nyilván nagyon sokan jártuk edzőterembe, és mindenhol van egy-egy extrém arc. És hát róluk ódákat lehetne zengeni tényleg, aki a tükör előtt nyögve biceps pózban feszít, aki csak zokniban, kis gatyában edz, aki üvöltve pózol, aki olyan büdös, mint az állat, aki minden nap ledobja magát a futógépről, mert nem találja a stop gombot, és kilövi a futógép. Ugye mindenhol megvannak az extrém arcok. Aki teljesen egyértelmű funkciógépeket újraértelmezi, és új funkciókat igen, nem arra használja a gépet, amire kell. Küldjétek el nekünk, jó? Azt az egy arcot, akivel ti együtt edzetek, együtt gyúrtok, együtt jogáztok. Itt nem csak konditermekre vagyunk kíváncsiak, tényleg csajok is írjanak nekünk, hogy aerobikoznak, fitnesseznek, jogáznak, kismama tornán vannak, és a nő olyanokat csinál, hogy nem hiszed el. Ki az az egy arc, akivel edzetek, és mi csinál, jó? Hát szerintem tényleg minden konditeremben van ilyen, ebből könyvet lehet írni. A konditerem típusok. Kivel edzetek, jó? Ezt küldjétek el nekünk, aki hát valamiért szóra érdemes, és valami olyat csinál, ami megmagyarázhatatlan. 3:49 lesz, pontosan 5 perc múlva. Szép reggelt kívánunk mindenkinek. Itt vagyunk a Klasszon.
És láttunk valamit az egyik kereskedelmi csatornán, ami most kicsit meglepett bennünket, hogy arról beszélgettünk, ugye, hogy Messzelen konditermet kellene nyitnunk, mert hogy Madridban és Amsterdamban már óriási siker. Végigvettük a lehetőségeket, rájöttünk, hogy nem biztos egyelőre, hogy ezt a konditermet nekünk meg kell nyitni. Ráadásul a tapasztalatok alapján Madridban és Amsterdamban is sokkal kevesebb nő látogatja, mint férfi. Sajnos. Tehát koedukáltat szeretnénk, de csak férfiak lennének. Elsősorban azért nyitnánk, hogy legyenek mesztelen nők is, és tényleg mindenki élvezze a látványt. Pasik, csajok is jól érezzék magukat, de visszavonulót fújtunk. Még egyelőre. Erre nem kell céget alapítani, jó? Nem. Tehát nem még egyelőre ne. Jó. Ne menjünk. Jó. Ne menjünk sehova. Ma még ne hívjátok a könyvelőt, ügyvédet, nem csinálunk céget. Viszont arról is beszéltünk ugye, hogy akik edzeni járnak, jogázni járnak, konditerembe mennek, fitnesseznek, spinningelnek, tényleg bármilyen testmozgást végeznek, ott mindig van egy-két csodabogár, nem? Aki kicsit máshogy edz, máshogy vesz igénybe a gépeket, fújtat, röfög, feszít, zokniban van, és hát oda nem illő dolgokat csinál. Minden konditeremben van ilyen. Főleg, ha nagyon menő helyre jársz, ott jönnek ugye a menő arcok, súszkulcsal, kigyúrva, menő csajok, menő pasik. Ha kicsit szakadtabb a terem, akkor ott van egy-két őrült figura. Tehát mindenhol vannak karakterek. Minden edzőteremben. Legalább egy, nem? Egyértelmű. Egyértelmű. Aki végig issza, eszi, telefonálja az edzést, hangosan egyszerűen fehérje turmixal, egyszerűen valami izotóniás itallal, telefonálgat közben, nézegeti magát a tükörbe, egyetlen dolgot nem csinál. Edz. Nem edz. Nem edz. Egy percet sem. Engem. Hát jártunk mi együtt gyúrni. Tudod, hogy ki az, aki nem edz. Csak dumál, és röhög, és telefonál. Ez kicsit én vagyok, igen. Na, nézzük az SMS-eket, mit írnak a hallgatóink. Nem járok terembe, de ha járnék, biztos rajtam nevetne mindenki, írja Kinga. Kigán a kevés az önbizalma, valószínű. Nem? Nem foglalkoznak veled. Tehát, hogyha rendesen dolgozol, akkor a kutya nem foglalkozik veled. Tehát pont azokkal az emberekkel nem törődnek, akik azt csinálják az edzőteremben, amiért az edzőterem van. Nehéz. Sportolnak, edzenek. Persze, csak nehéz lemenni úgy, hogy kezdő vagy, hogy nem tudod, hogy kell használni, nincs segítséged, látod, hogy mindenki ki van gyúrva, mindenki jól néz ki, mindenki nagyon nagy darab. Hát meg sem is úsz, kicsit... hogy belépsz, és igen. Azok a tekintetek. Kicsit szorongva. Miért akarsz, hogy te hülye? Bármikor jártam edzőterem, én nem nagyon szeretem, mert kicsit passzív, vagy nem tudom, a mozgalmasabb dolgokat szeretem. Kicsit szorongva lép be az ember, nem? Tehát nem vagy kigyúrva, nem nyomsz bele a százba, nem mindegyik gépet tudod használni. Kicsit alibizál, ott eljár dumágat, de valahogy sose tudtam én se rákattani. Nem az én világom. Itt van egy hallgatónk, halló, jó reggelt! Halló! Sziasztok! Hello! Ciao! Hello, Robi! Szia, Feri vagyok! Feri! Várj, miért látok jól? De legyek Robi is! Mert most annyira... Robi még úgyse voltál. Kicsit késő jönnek meg az üzeneteim. Feri, hello! Te 9 évig... Szóval, Feri, Robi még nem voltál. Igen, 9 évig edzőteremben dolgoztál? Nem, az a saját edzőtermem volt. Saját edzőtermed volt. Na hát akkor neked van egy-két karakter, gondolom, aki megmaradt. Hát erről könyvet lehetne írni egyébként, mert néha úgy voltunk vele ott a kollégáimmal, hogy azon röhögtünk, hogy valahol biztos kiírták több táblára a városba, hogy ma csak hülyék jönnek. Tehát van olyan napok főleg, amikor belefutjanak, vagy... És hát nyilván tisztelettel bánsz vele, hiszen megtisztelt téged azzal, hogy a te edzőtermedbe edz, és ezért óvatosan is fog fogalmazni, hogy kiről milyen sztorim van. Mindenesetre van sokféle. Na, hát akkor... Az egyik kedvencem az egy olyan úriember volt, aki sok-sok éve edzett, aztán sokáig nem, de úgy gondolta magára, hogy mindig az, aki régen volt, és hát nagyon pöfeszkezve fújtatta, mozgott mindig az edzőterembe, fölpakolta a fekvenyomó padra, mint egy 140-150 kilót, és elkezdett sétálgatni. Fújtatott, rázta a kezeit, mint a nyújtana. Egy idő után nyilván valakinek útba volt a fekpadon a 150 kiló, és megkérdezte beleszóval nagy tömegbe, hogy ki van itt a fekvenyópadon? És hát én vagyok, van még ott szérián, hagyja csak. És akkor utána megint sétálgatok tovább, néha megfogott egy kis súlyzott falból, aztán egy olyan 30-ból megint valakinek feltűnt, és ismét elhangzott a kérdés, van még valaki, nyomik itt még valaki? Vagyok még, hagyjátok a súlyt, hagyjátok, még van benne pár szérián. És feljátszott egy 3-4 órán keresztül, aztán ment haza. Nagyon kedves úr, ilyen akkor. Lehet, jó. Hogy valami intim viszonyban volt a fekvenyomógéppel, nem? Vagy érzett iránta, féltékeny volt rá, nem engedte, hogy más oda feküdjön. Lehet. Lassabban regenerálódott. Volt olyan, akinek olyan lábszaga volt, hogy szerintem hasonlót kerestek az amerikaiak Irakban annak idején. Egyszerűen nem lehetett megközelíteni 10 méteren belül, és hát ugye nyilván mindenki jött hozzám, hogy hát valamit mégis neked kéne mondani neki, hogy csináljon volt. És ráadásul egy ilyen 2-3 számmal kisebb srantapucsba edzett, ilyen full ápolat a lábkörmét, egy csodás látani volt. És
Mázmagos strandpapucsban edzesz. És akkor azt neki mondani, hogy ez jó lenne, ha sokkal jobb egy magas szárú sportcipőbe edzeni, mert hogy tartja a bokát, meg esetleg mit tudom én, hogy kifúszik a lábot, veszélyes itt az edzőteremben, de abszolút nem vett az adást. Tehát amíg ő oda járt, addig ezzel küzdöttünk ezzel az élménnyel, hát nyilván nem kötelezhet az embert lábmosásra. Hát igen, vannak. Csajokban voltak érdekesebb karakterek? Csajokban volt egy nagyon aranyos, nagyon kedves, nagyon szép lány, elég egyszerű szoftverrel, és az öltöző szekrény használatát másfél évig tanítottuk neki. Nem mondod. De jó harc. Mit nem ismert? Megfogod a kulcsot, bedugod az árba, ha nem megy be, akkor nyilván fordítasz rajta egyet, és úgy próbálod bedugni. Onnan kezdve vagy jobbra, vagy balra. Tehát ennyi volt a szekrény, tehát ennyi borzasztó bonyolult szerkezet volt. Ezt másfél évig tanulta a kedves, de aranyos voltam úgy. És másfél év után föladta, vagy megtanulta? Nem, megtanulta, csodák, és sok évig járt hozzánk. Akkor volt egy kedves sztori, hát az kedves, inkább vicces, vagy néha szomorú. Egy úriember, aki elhozta végre a problémás lányát, aki enyhén kicsit bicegős lábú volt születésétől fogva, és valószínűleg ezért kicsit elhízott, és nyilván problémás. Hát mire egy ilyen valaki bejön az edzőterem, az önmagában eredmény, végre szegény rászánta magát, apával eljött. Első edzésnap apa ráül a teremkerékpára, ott ugye a kardiogépre elkezdi tekerni, mögötte, neki, a háta mögött a lépcsőzőgép, oda feláll a lány, és hát az első nyomásra, amikor lenyomta az egyik pedált, hát akkor, hát hogy mondjam, tehát sikerült neki szellenteni egy jó hangos keményet. De sokan írják, hogy az jellemző. Irgalmatlan zavarba jött, hát amúgy is zavarba volt, és a társ mellette nyilván nem röhögsz, hát de próbálsz, tehát borzasztó vicces a sztori, hogy akkor is ott. Erre apa mit csinál? Hátrafordul, és ráordít a lányára. Ez most te voltál? Most tényleg te voltál? Hát az edzőteremben vannak ilyenek, igen. Köszi, hogy elmondtad ezeket, ciao. Köszönjük szépen, hello, ciao. Szia, mondjuk azért valljuk őszintén, az nem is edzőterem, ahol nincs puki. Persze, hát ez rengeteg hozzátartozik. Ez abszolút. Igen. Az ez picit olyan, is kihagyja. Igen, ez olyan, mint amit tudom én, a tökfőzeléknél a rántást. Aha, kell. Hát érted, ez van. Igen. Nálunk edz egy kb. 65 éves, és mindig hoz magával két kis zsákot, amit rátesz a francia rúdra, és úgy bicepszezik. Valaki megkérdezte tőle, hogy mi ez? Ő elmondta, hogy anyacsavarok vannak benne, az a plusz súly. De nincs arra, ott nincsen ilyen plusz súly. Hát nem, ő így nyomja, hát lehozott két zsákot. A megszokás robja volt. Igen. Konditeremben dolgozom. Minden reggel 6 órakor pontban nyitásra megjelenik egy 60 körüli úr. 9 óra előtt egyetlen alkalommal sem távozik. 3 órán keresztül nem létező gyakorlatokat csinál. Igen, csak hangos fújtatás kíséretében. Komolyan veszi a hőségriadós figyelmeztetést, 3-4 liter folyadékot közben simán leküld. De ez Sanya küldte nekünk. Ez mondjuk tök jó. Hát most nyilván 60 fölött már nem fogja megtanulni, hogy kell rendesen gyakorolni, de sportol. 3 óra. 3 óráig. Nem léte azért, nem, amikor látod, hogy valaki tényleg valami nagyon furát csinál, és nem odaillik, azt úgy hirtelen nem tud hova tenni. Úgy hívtuk Nikoflex, írja egy másik hallgató. Nagyon lassan mozgott, falatnyi futónadrág, trikó, kombó, fújtatós, melegítés. Úgy bekente magát mentolos krémmel, hogy mindenkinek folyt a könnye. Az megvan, tudod, valaki azért a krémek, ami nagyon jó illatuk van, én szeretem, nagyon jó illata van, csak olyan, hát tényleg ott tűnik. Abban is van olyan, ami elviselhető, de hát ott vannak a nagy klasszikusok, a Nikoflex, meg a Bajolin, aki azzal kenegeti magát, hát amellett nem lehet megmaradni. Ott nem akarsz oda menni arra a padra. Igen. Nálunk volt egy srác, lejött a teremben mobil a kézben, full márkás szuszba, sluszkulcs láthatóan a kezébe, bejön, köszön, 2 perc után telefonnal a kezében sétálgat, és hangosan kommentálja. Ja, nem vagyok Gyurni. Igen, tudom, ma megyek az új kocsimért. Na, mentem edzeni. Ezután felkapja a törcsit, majd közli, sziasztok, és elmegy. Eljött 10 perc beszélgetés, és bejött, mi? Az egész nem tartott tovább 10 percnél. Ez Krisz küldte nekünk. Na mi van? Ide már beengedik a gilisztákat is. Csak nem esik kint az eső. Attila írt a Sopronból, hogy ő ezzel a mondattal találkozott. Ez de rossz duma. Igen, de mindig ez a felesleges arcoskodás. Bemész, és akkor mindenki Lou Ferrigno. Mindenki eljátsz a hatalmas testépítő. Melcsi küldte nekünk kedvence tanga papucsban a futópadon emelkedő. Na azt én sértem. Ja. Na azt én sértem, van ez a típus. De nem is lehet. Nem lehet. Tehát sem ezikláb, nem nagyon, tehát cipőben lehet. Kell. Se papucsban, sem ezikláb. Tanga papucsban a futópadon emelkedő. Mindig sírok a pultban, ezt Melcsi küldte nekünk. Nálunk van egy arc, aki folyamatosan beszélget a bogzsákkal. Kötekedik vele. Az motivál, az jó, mit a kecsem, megütöttél. Én őt nagyon szeretem. Kötekedik vele, fenyeget. Figyelj. Majd a legvégén neki futásból ráugrik, mint egy pankrát. Nem. Ez jó. Na mi van?
Nekem szóltál? Ezt szóltál? Köcsög vagy? Tedd fel a kezed. Köcsög, nekem szóltál? Nekem szóltál. Elfordulsz, elindulsz, visszafordulsz. Mondtál valamit? És újra visszamész, tudod? Nagyon jó. Ő nagyon jó karakteret. Tedd fel a kezed. Mi van? Nem védekezd? Nem félsz tőle? Tudod, te ki vagyok én? Na gyere, ezt védd ki. Jó arc le. És lóg rajta ott a végén. És a végén lóg rajta egy kicsit, igen. Annak idején kaptuk a DJ-ben ilyen rekreációs kártyát, azt a tervet ez Balázs is ismerte, hogy lejártuk, és ott volt egy nagy kedvencem, egy full profi, aki minden egyes széria között, amikor a fejkonyagopadon dolgozott, akkor magnéziázta a kezét, de nem kocka magnéziával, vagy folyékonya, hanem porral. Hozta magával egy kis zsákban, letett a fejkonyagopad mellé, és minden egyes széria előtt... Hát az egész teremben, amíg gondolom. Nem akar, megpusztultál mellette. Tehát, hogy ez volt alternatíva, még lehetett volna másra szárazat ennél. Nem, ő pormagnézia. Látta a világversenyeken is úgy csinálják. Igen. A tornászoknál például az menő. Igen, meg a súlyemelőknél, de ott van egy pici tér. Még gyerekek azért a kötekedés a bogzsákkal is a végén ráugrani. Az a legjobb. Az a legjobb. Nagyon szeretem. Katalógus csávó megvan? Bejön? Hátrafelé fordított a baseball sapka, egyik kezében Red Bull, Under Armour cuccok, vadonatúj mindegyik rajta, még rajta van az árcédula, okos óra a kezén, Nike Free a lábán, mindent csinál, csak nem edz, de nagyon jól lész. De baromi jól lesz, kivar ez a típus, igen. Persze. A cucc rajta többe kerül, minden... de egy éves bérlet a helyre tudod, baromi jól néz ki, igen, de viszont edzeni nem edz, igen. Magyarország leghallgatottabb reggeli műsora Sebestyén Balázsral, Rákóczi Ferivel és Vadon Janival.